Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Na figyeljetek! Figyelünk. Várjatok. Nem megy neked ez a technológia. Ez a technológia látom, nem. Nagy a baj. Új telefon. Arra kellett elutazni, nem, arra kellett elutaznom, biztos ti is hallottatok róla, és arra kellett megjönni, egy Pokémon őrület van Magyarországon. És én letöltöttem ezt a Pokémont. De ez egy régi játék. Ez egy régi játék, de most ezt felújították. Aha. És csak elmondom, hogy a stúdióban is ül egy Charmander. Hol? A mi? A válaszol üsd. Elmondom, hogy egyébként ott ül. Ott ül egy Charmander. Valaki mondja már, hogy mit kell ezzel csinálni, és akkor én is elkezdek Pokémonozni. Nem, mondja el valaki, hogy mi az a Charmander. Hát egy Charmander látok most a monitoromon. Két héttel ezelőtt kérdezed, akkor azt mondtam, hogy venni. Miért több Nintendo részvény? Nintendo részvényt akarok sokat. Már most már nem, mert már esik, de hogy még két héttel ezelőtt kellett volna. Szóval elmondom nektek, hogy a telefonomon egy Charmander ül, mármint, hogy itt az analóg, vagy ezen a matávon, vagy telekom, vagy vonalas, vagy matáv, vagy a pannon GSM-en, vagy a webszelemen. Na, ezért nem ezt a Pokémont a matávon. De valaki telefonáljon be, mert az SMS falunk nem működik, de az 555-55-00, és okosítson ki bennünket három öreg, kivénhet régi, analóg embert, hogy mit kell csinálni ezzel a Charmanderrel. Ugyanis elkezdtem pokémonozni. Én letöltöttem. De most a telefonodon keresztül te mit látsz? Tehát én a telefonon keresztül élő képet látok a stúdióban, és elindulok Pokémon vadászatra. A Pokémon vadászat pedig, ahogy én olvastam, mert nem játszottam, arról szól, hogy emberek zombivá változva sétálnak ki közutakra, lépnek villamos alá, New Yorkba, mennek parkokba. De és nem ez volt a kezdeményezések a lényege. Hattam vagy ócavá, meghaltak meg, pokémonoztak konkrétan a világban. Élőkép alapján te el tudsz ejteni kicsi szörnyeket. Az ott van? Ott van! Ott van! Az ott nem van. Az egy boxkesztyű, és az a falon is lóg. Ezt mondom, élőkép. Tehát azt látod, ami a pedig úgy nézett ki, mint egy cheerlander. Vagy és akkor ott van egy ilyen pokilab, és abba, kell abba kell belerakni. Ebbe kell belerakni, és én körözök a stúdióba, ti nem látjátok, mert pont most vettem észre, egy lángoló farkú Charmander ül a gépem. Mit csináljak ezzel a Charmanderrel? Vagy cheerlanderrel, vagy Charmanderrel? Hát nyújj mögé, nyújj a telefon mögé. Ott ül a Charmander. Próbáld meg, ütögessem a labdát. És harabdál. Nyúlj át a telefon mögé. Hoppá. Lángol a farka a Charmandernek. 555-55-00. Anna, vedd fel a telefon. Mondjál valaki, mit kell... Csoki Ice. Lángol a farka. Ő Csoki Ice. Mondjál valaki, hogy kell megölni ezt a Charmandert. Figyeljetek, én mert már... én ma egész nap Pokémon fogok, azt én már látom. Én már megpróbáltam kihúzni a lányomból, mert ő is azért rajta van ezen a szeren. De annyira lerázó, annyira megalázó módon. Lepatintod? Lepatintod, érted? Fater, adjám. De nem akarok ilyen ciki öreg lenni, aki nem tudja. Nem akarsz, te már az vagy. Mivel játszanak a fiatalok? Igen. Mondja meg valaki. Nyúlj a telefon mögé, és kézzel kapd el. Próbáld meg. Ja. De hogy nem csinálod? Ott van a kezem. A kis Charmander. Elmondom itt, Charmander, CP, sok-sok kérdőjel. Igen. És ugrál nekem egy ilyen piros labda, amit nyomkodok, de ez a Charmander, ez harabdál. Én megmondom, hogy egy jó kérdő. Pár évvel ezelőtt, ez nálunk, ez a Nintendo, illetve nem Nintendo, hanem Pokémon őrület, ez megvolt. A gyerek mindent megvetett velünk, ami létezett, mindenféle plüssöket, videójátékokat, meg könyveket, mindent tudtunk róluk. Tehát, hogy ezek a mindenféle ilyen izék, ilyen golbatok, zubatok, meg... Jó, ne terej, hogy kell megölni? Hogy kell megölni? Még te is Squirt, igen, imádom. Hogy kell megölni, értem, hogy régen ismerted. Kell mit kell csinálni? Nem, te még régi játékokat szocializálottál. Meg akarom ölni ezt a rohadt kis Charmandert. Nem. Charmandert be kell gyűjteni. De hogy gyűjtsem? Be kell gyűjteni, hogy a te barátod. Nem tudom, mert Virág nem akart elmondani. De miért barátját? Lángol a farka. De lángol a farka, és harabdál. Lángoló farkú izé a barátom. Nekem ne harabdáljon egy ilyen lángoló farkú itt a monitoromon, és elfordítom, eltűnik. És nyilak mutatják, hogy hol vagyok, illetve le tudom magam rakni egy virtuális térbe, egy erdőbe is. Ahol erdőben megjelensz, és akkor viszont nem forog a képed, hanem erdőt lát, és ott is ott a Charmander. De ugyanaz a Charmander? Ugyanaz a Charmander, CP, sok-sok kérdőjel. Mi a CP? Miért van sok-sok kérdőjel? Hogy kell ezt begyűjtenem? Mennyit ér? Kapok-e érte dollárt? Eurót? Hol tudom eladni? Mi van? Nincs SMS valunk? Gyula. Aha. Jó. Gyula. A Gyula most kell. Tehát a Gyula mit intéz? Gyula most ébredt. Anna, kapcsolj be valamit, egy gyereket tegye be nekünk adásba akkor. Mondjál, hogy hogy öljük meg a Charmandert. Gyula ebben a pillanatban Bulbasaurt üldözi a Gellért hegyet. Igen. Igen. Most tényleg ott tartunk, hogy egy gyerek fogja nekünk elmagyarázni, hogy mit kell csinálni. Hát üljünk fel erre a hullámra, Pokémon őrület van, hát akkor valaki mondja. Itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Sziasztok, Fifi vagyok. Hello, hogy hívnál? Fifa. Fifa.
FIFA? Aha. Hajrá! Sisza? Igen. Sisza. Sisza. Hello, Sisza. Ez valami becenév, gondolom én, nem? Így van, egyébként Szilvi, hogyha úgy... Hello, Szilvi. Hello. Pokémonozol? Igen. Most jelen pillanat, és ülök a buszon, és nyomom a Pokémon. De mi a buszon is ott vannak? Hát, vannak a buszon is, igen, tehát már fogtam egy Bálbaszaurt itt az M3-as autópályán. Mit fogtál? Bálbaszaurus. Bálbaszaurus, aha. És a sokat ér utána, vagy az, amit kell csinálni? Hát, változó, tehát most amit te is mondtál, hogy kérdőjeles a CP, az azt jelenti, hogy egy baromérős Pokémon ott van. Nehéz befogni igazából, tehát nekem tegnap például 50 labdából se sikerült egy ilyet. Várj, lassítsuk le egy kicsit, nekem villog egy piros labda a monitoromon, és ott van egy Charmander, aminek lángol a farka, és harabdálni akar. Charmander, Balázs. Charmander, jó a Charmander? Jó, Charmander, én már minden verziót elmondtam. Ki tudja ezt, hogy beszélik postanság. És akkor mit, ha húzogassam a labdát a Charmander fölé? Hát nem húzogasd a labdát, igazából pöccincsd a labdát a Charmanderhez, ahogy te mondod, egyébként Charmanderhez. De most eltűnt a Charmanderem. Tehát most nincs semmi, a Ferit látom, a Rád nem tudok lőni, a Janit látom, de nincs meg a Charmanderem. Engem be tudsz rakni? Lényeg az, hogy ugye elkezd a telefon. Igen? Elkezd a telefon rezegni, hogyha megjelenik a közeledben egy Pokémon, utána megfogod ugye a labdát ráirányítani, akár a virtuális valóságot, vagy az AR-mód, vagy ki tudod kapcsolni a telefonba, hogy ezt körül bekapni, ugye? Igen. És rápöckölöd a labdát. Így van, tehát ez a zöld vagy narancssárga, illetve a piros kör a Pokémon körül azt jelzi, hogy mennyire erős Pokémon, mennyire lesz nehéz elkapni. A zöld körösebb könnyebb, a narancssárga körösebb nehezebb. Nekem zöld körös volt, rápöcköltem a labdát és begyűjtöttem. Na, meg is volt. Azt mondja, gocsa! Azt mondja, 600 pont Pokémon elkapva 100-szoros szorzóval, New Pokémon 500-szoros XP-vel, totál 600 XP-n van. Ez tökéletes. Hát akkor most irigyellek. Az mi az a 600 XP? Az most mit ér? Gazdag vagy? Hát ez azt jelenti, hogy ugye az XP-vel tudsz fejlődni tulajdonképpen, tehát az a feltett szinteket lépni. Az XP-vel aha. Tudok fejlődni. De tud venni nagyobb labdát majd magának XP-ből? Vagy... Hát a későbbiekben majd a Pokémon stoppok, tehát a Poké stoppok, ezek a két kis figyókat térképen azok fognak dobálni, azokat neki kell pörgetni. Aha, ja úgy. Mert azt mondjuk, hogy nagyjából értem, hogy az én 13, már most már lassan 14 éves lányom miért van ezért oda, neki volt egy előélete is a dologra. Aha. De hogy a hangod alapján, Sisza, te azért egy picit több vagy, mint 14. Hát, 24. Na, látod? És akkor nálad mi volt az, ami miatt így rákattantál ennyire erre a dologra? Hát, igen, nagyon, mi unokatásommal régen nagyon tazomániáztam, amikor még az egyik csipbe volt a petazók, és én nagyon szerettem egyébként ezt a Pokémont. És most megláttam, most úgy voltam fel, hogy 24 éves fejjel, megnézem már, mi az a hülyeség, ami egész Amerika, meg egész Nyúzéland, meg mit tudom én, kikbe voltak. Ha mindenki játsza. Így van, hát mondom, letöltöm, megnézem, ez a bolondság, és teljesen beszippantott. Megmondom őszintén, hogy nagyon rá lehet kattanni. Igazából jó dolog, tehát most kimész a szabadba, társaságba vagy. Én soha nem csináltam ilyet, de valamelyik nap például lefordítottam egy csajt a műpánál, hogy szia, te is Pokémonozol, és baromi közvetlenek az emberek ilyen téren, és nem az van, hogy bent ülsz a szobába, nem az van, hogy a négy fal között fogsak tulajdonképpen. Hanem bámulod a telefonodat. Most elmondom, hogy az ülői úton két Pokémont is jelez nekem, tehát fél hétkor vagy fél nyolckor én kiugrom egy picit, mert jelzi, hogy itt van egy a buszvégállom, egy lila, kis rohadék, igen. Én is ránéztem a sajátomra, most én tulajdonképpen itt vagyok a DVSC-nél, és baromi sok gymban, meg baromi sok pokéstok, mondjuk Pokémon jelen pillanatban nincsen, de jelez nekem is jó párat. Hú, akkor vegyél ki betegsabit. Pokéstop, az mit csinál, az megállít, vagy... Nem, az nem Pokémon rendőrség. A Pokéstop az olyan, hogyha közelmész hozzá, akkor ugye ki tudod forgatni. Ebből ugye dobál neked labdákat, hogyha elfogyna, innen tudod feltölteni. Dobál például Raspberry-t, ami egy olyan mána, amivel meg tudod mondjuk felidíteni a Pokémont, ami az már magasabb. Megőrülök. Azért te beteg vagy rendesen. Gyerekek, én meg vagyok. Én egy hétig meg vagyok ezzel. Ez a becsavarodás, de komolyan, miért nincsenek emberi? Van neked barátod, Sisza? Van bizony. Hapsid. És mi este együtt Pokémonoztok? Vagy hogy van? Nem. Megkeresi a kis Pokémont ott? Aha. Nem, ő nem szereti ezt a játékot, viszont tegnap nagyon tuti volt, jöttünk hozzá nyaralásból, és félreálltunk a húszbélé, hogy elbírjam kapni ezt a baromén egy Pokémon, de hát nem sikerült már megkérdezni. Például csak elmondom, hogy tele vagyok is gyémántjelekkel most, van egy ilyen farkas háromszar, vumitál jobbra tőlem, oda is el tudok menni, valami nyillal jelez lefele. Lángol a farka neki annak, nem, van egy kis lilám, nem sokat kéne mennem, oda ki tudok ugrani. Lángol a farka már, mert... Ha van egy kis időm, a liláért kiugrom a hírek alatt, tehát meg vagyok, gyerekek. Nagyon jó. És térben tudom forgatni a térképet, hogy merre induljak.
te ha beteg vagy, te is jó. Én elmondom Frank, hogy valami jó kis tud szerintem kérlek felpastere, bárki bármit mondhat. Arra meg igazából van egy olyan véleményem, hogyha most az emberek ezt úgy megfívnak, hogy nem tudnak közlekedni. Az megmondom őszintén, szerintem nem a játéknak a hibája, hanem az embereké. Mm-hmm. Tehát akkor tudjuk azt, hogy kint vagyunk a szabadtéren. Azt mondta, hogy csomó mindenkit elütöttek már, meg lelépett busz elé. Tehát vannak már balesetek abból, hogy az emberek orsz világszerte pokémonoznak. Hát valamit valamiért. Egy Vulpixért bánik meg. Megy a hülye, keresi a Vulpixet, és balról elüti a troli. Amerikában, Ausztráliában, nagyon kemény. Igen, az a legszebb, egyébként valamelyiknek az erőhögtem szabolcsosan, hogy nem is tudom, hirtelen valamelyik dövölői csoportba kirepett az egyik közösségi oldalon, hogy hát álljak már odébb egy bolond, mert rám szól az ember a parkoló, vagy álljak már odébb, mert ott a Pokémon a kocsi alatt. Jézus. Olyan sallert levágnék neki, de esküszöm ezt. Holnapra tele leszek én is ilyen élményekkel. Tehát, szerintem. Meghűíti az embereket egyébként néhány és ember. És a barátod mit szól hozzá, de tényleg, hogy te ott ülsz mellette és nyomkodod ezt a Pokémon gyereket, vagy dobod. Úgy nem megy, ha, az nem, úgy nem megy, ha ülök mellette. Megyek, sétálok, tehát... Az még rohadt idegesítő lehet, hogy ül a lakásban nézni a meccset, te meg előttel leföl. Figyelj, nem, most is épp dolgozok, ezt nem meg dolgozni. Segíts nekem, mert valamilyen sárkány ott röbdös, egy ilyen sárga alakú. Kattints rá. Igen? Én most kaptam el pont egy zubatot, tehát kattints rá közben, és pöttincs el a labdát rá. Valószínűleg egyébként, hogyha a narancssárga körös, akkor ki fog jönni a labdából, akkor újra meg lehet próbálni, de el is tud tökni. Tessék. Ennyi, gyerekek, ennyi. Aha. Jó, meg vagyok. Én ezzel el leszek. Én ebben látok fantáziát. És miatt el lehet jutni valameddig? Vagy ezt be lehet váltani? Vagy van... Hát figyelj, igazából... Hop, lelépettünk. Aha. Nem elegett Pokémon mester, úgymond. Aha. Igazából nincs az, hogy mondjuk a vízi Pokémon harcol a tűz Pokémonnal, ez bármiben befolyásolná dolgot. Aha, vízi Pokémon. A CP számít nekik, tehát ugye a Combat Over. Jó, hát akkor azt felturbozzuk. Jó, köszi, hogy elmondtad. Puci neked, ciao. Hello. Gyerekek, csak megmondom, hogy megjelent egy lila egér. Itt van benne a stúdióban. Kapd el. És egyébként a rohadt mérges, egy lila patkány, ennek nem lángol a farka, de rettenetesen agresszív. Uh-huh. Ratata így hívják, ez a neve, CP10-es egyébként, és nagyon agresszív. Az van, hogyha leteszed a telefont, akkor látod, hogy ez nem Pokémon, az tényleg feljött. Itt ül a monitoromon, nagyon agresszívnak tűnik, mozgatja a farkát, és nagyon nagy fogai vannak. Uh-huh. Olyan, mint én. Nagy a farka, és mozgatja. A hátsó műhelyből kérdezik, hogy hol van a Charmander, mert nagyon kéne egy, és akkor bejönne valaki, azt levadászni. Hol találtad, Barit? Nagyon kéne egy. Na most azt szólt, hogy viszont akkor kell egy felhasználó nevet választanod, mint a Sasa Sisi? Már választottam. Sisa? Már választottam. Tehát kell valami játékos név, és csatlakoznod kell valami csoporthoz. Úgyhogy már nem vagyok, és begyűjtöttem a kis lila rohadékot. Gocsa, kiírta nekem, hogy gocsa. Úgyhogy meg vagyok 610 XP-n ma jelen pillanatban. Nagyon jó. Lesz ez még több is, ahogy ismerlek. Jó, elmondjuk a híreket, addig megyek majd a buszvégállomásnál, van egy lila. Egyébként jó. Jó pofa. Jó, jó. Igen, tűnik. Hogyha mondjuk nem vagy egy Tápia György, egy kis nyugdíjas, aki ezt 20-szor csengetnek be aznap, és már üvölt ki, hogy semmiféle picsakú! De picsakú. Hozzám te bejössz, hogy nálam van a Pokémon, és látod a vadászni. Látja, hogy nálad a kertedben. Ugye most nekem itt van a monitoromon, de ha én elindulok, akkor nekem oda hozzá közel kell mennem. És akkor te be akarsz jönni hozzám a Pokémon? Csókolom kell érni, ott a baracka mellett, ott van a Pikachu! Ott van a Ratata! Mi a Ratata? Egy nagy lila büdös nagy patkány, bemehetnék meg ölni. Legutoljára itt Ratata, akkor volt, amikor a ruszki bejött, egy szegény ura van, tehát barukták engem pedig. Jaj, az erőszak, de csúnya dolog. Megyek én még hozzád, hogy engedj be, mert ott egy Pikachu meg egy Ratata. Jó, gyerekek, csak mondom, hogy én a Ratatát is begyűjtettem, abból baj nem lehet. 5,5 kiló volt, 30 centi magas, tehát viszonylag nagy volt, és begyűjtettem. Nagyon ügyes vagy, menj ki a folyosóra, mert ahogy éreztem egyik-két megszólás között, most itt kint is volt egy jó Ratata férfivét. Megyek, begyűjtem. Adj is már be tüdőre. Jó, de azt tüdőre veszem, nem baj. Egy jó Ratatát mindig szívesen tüdőre veszek, mikor bemegyek a férfi vécébe. Na jó, van 8:02 perccel. Ha nem jövök, keresetek, akkor erre volt valami csúnya nagy zöld patkány. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! És hát Pokémon őrület, ugye erről beszélgettünk, hogy emberek egyébként tényleg kifordulva önmagukból gyűjtik a Pokémonokat. Már letöltöttem Törökországba, csak nem indult el, és most sikerült végre. Igen, mert most ott más gyűjtenek a kormányerők. Ott most már gyűjtenek, igen. Zárolták a Pokémonokat. Hívjuk a Nógrádit 8 után.
hogy beszéljen nekünk kicsit erről a török kamupucsról, ami volt, mert a dolog érdekes egyébként, ahogy újra a szemünk előtt zajlik a történelem, és hát Erdogan igen. Elindított valami egészen másfajta Törökországot. Az Erdogan gót. Elindult az Erdogan gó, hát. Igen, elképesztő. Szóval beszélünk majd a Nógrádival, hogy mesél nekünk egy kicsit. Hát gyerekek, az a baj nagyon addiktív. Tehát, most tényleg a hírek alatt te járkáltál a folyosón, uh-huh. és kerested ezeket a szarokat, hát, már bocsánat. Jött egy pidgi. Aha. Mi? Egy pidgi. Egy bagolyféle kis madár kopogtat a csőrével. Rettenetesen agresszív, nem barátságos. Mit csinálják? Elmentem vadászni ki a folyosóra, találtam egy Pokémon tréner helyet, ahol elzavartak, hogy nem vagyok még elég ügyes, úgyhogy nem lehetek tréner, takarodjak vissza és gyűjtsek még madarakat, meg mindent, mert nem mehettem be a helyre. Mondták, hogy ide nem vagyok jó. És kizavar. Ha már jó vagy, akkor bemész, akkor már bemegyek. És te tanítasz? És akkor lehetek Pokémon tanár, így aha. van. Egyelőre most ez a kis agresszív pitgit. Itt pitgáj, pitgú, pitgáj. És tudja, hogy kell ezeket a rohadt tököket mondani. Egyelőre itt a nyitott ablaknak pitgéj. Igen. Végül is mi is ebben a szellemben vagyunk, pitgéj is lehet. Tök mindegy. A CP sok kérdője. Repked csapdos a szárnyával. Mi ez a CP meg ez a kérdője? Ez gondolom, ez mutatja az erejét. Hogy milyen erős. Begyűjtésért kiállt, nem? Ha, tényleg nem vagy még tanár. Ugye? Begyűjtésért kiállt. Ő begyűjtésért kiállt. A női vétebben is van egy nagyon erős bulbaszal. Egy nagyon erős pitgi van a női vétebben. Egy 50-es milf pitgi van a vétebben. Én begyűjteném. Láttam, szerintem begyűjthető. Haverom a munkahelyen a gyártó sorok között vadászik Pokémonra. Az nagyon nem jó. Nem pokémes sarakkal lenni, hanem munkanélküli. Okos, meg beleesik a gépekbe, azt akkor jó napot kívánok, majd kész a baj. Ez a baj ezzel. Látod, ez meg megint a kapcsolatok el fognak majd laposodni. Balázs, a lány csak a töredékét mondta el a Pokémon Go-ról. A térképen látod a Pokémont, be tudod úgy is fogni, hogy nem mész el közelébe, csak ki kell kapcsolni arra felé az AR funkciót. Azt tudom, akkor berak egy ilyen virtuális térbe, kiveszi a kameraképedet. Szóval amíg tanulnod, ratata CT10, az nagyon CP10, az nagyon gyenge. De számít a számadó értéke, a súlya és a magassága, valamint a mérete. Van már Pokémon taxi, ami pénzért viszi az embereket Pokémont vadászni. Mert ő tudja, aha. hogy hol vannak a Pokémonok. Nem, hát valószínűleg... Ja, csak mentek a városba, 1500-ér, aha, nagyon okos. Hát vagy a Pokémon taxi, igen, ő már tudja, hogy hol van Pokémon, és oda visz. És oda visz. Ő is látja a monitoron. Vagy a telefonján. Na, ő az igazán okos ebben. Szerintem nagyon menő, hogy van már Pokémon taxi. Szerintem ez óriási. Hova megyünk? Nem, ott van egy postaládó, hát kell menni ilyen kérdés. Ott van két Pokémon. Piros. Nem érdekel. Gász neki. Atya úristen. Azért a Pokémon Go amúgy nem tudnánk figyelni. Kamera, GPS, kérdezi valaki. De az egész nyilván a szabadkőművesek műve, és az, hogy Soros György áll a háttérben, és ő indította el a Pokémont, és megfigyelnek bennünket, lekérik a bankkártya adatainkat, és látják, hogy hova megyünk. Basszus, folyamatos kameraképet adsz a világba, érted? Hát igaza van az SMS írójának. Az egész, egy szabadkőműves párhogyból indult. Mindenki az illuminátusok vannak a háttérben, igen. és a Bilderberg csoport. És nem ő teszi föl a Pokémont, amit meg akar figyelni. Vagy be akar csalni a házába. Érted? A Soros fölteszi a Pokémont, te meg már oda irányítod és a kamerára. Nem lepődnék meg, ha kiderül, hogy a Soros van a Pokémon mögött, gyerek. Én nem lepődnék meg. Hát, annyi minden mögött már ő van állítólag. A felesége tudja, hogy... Igen. És akkor gyakorlatilag mindenhol ott lehet őket találni. Erdők, mezők, völgyek, metró, a villamos, a parlament. Micsoda, leraknak kövér, vona, kósa, gólbat, zubat. Mindenki ott. Figyelj, ha leraknak egy Pokémon, mint a metró sírre, akkor nekem le kell mennem a metró sírre? Nem. Ő ezt azt érzékel és nem teszi? Vagy oda nem teszi le? Nem, szerintem ő bárhova leteszi. Ő leteszi a kombinó elé? És majd neked el kell dönteni, hogy mész-e érte, vagy se belefér, vagy nem. Jó, holnap nem jövök, akkor elütött cseppelen egy ifa. Jó, miközben próbáltam egy CP3000-es begyűjteni. És kézzel, hogy a perolőrek menni. Ne, ne! És azt hiszed, hogy téged akarnak megmenteni. Ne, ne, az az enyém! És közben ugrik utána. Gyerekek, egyébként valahol szóval, hogy szóval megdöbbentő ez az irány, amerre megyünk, nem? Beteg. A virtuális tér kiszélesedése és a virtuális térben való elmerülés, minden, ami kiránt a valóságból és elmeri téged, egy teljesen beteg álvalóságban. Ez a Pokémon Go, nem? És baromi addiktív. Tehát tényleg beszippad. Láttam fotókat, hogy egy New Yorkban a Central Parkban emberek a telefonnal a kezükben kóvályognak, mint a zombik, és mennek egy helyre, mert mindenki látja, hogy ott van egy Pokémon.
És mindenki ugyanazt látja. És mindenki ugyanazt látja, és mennek oda. És azt látod, hogy kóvályognak. És akkor összeverekszel, hogy te elvitted a Pokémonomat, pedig én hamarabb vettem észre, csak én kövér vagyok, nem tudtam olyan gyorsan. Nem tudtam, igen, lassan van, igen, meg ellopták a rolleremet, ezért később érte be a 26. és a 43. utca sarkára. Igen, és két amerikai összeverekszik. Amennyire szórakoztató, annyira termesztő, nem? Hát, egész, hogy mennyire eleve beszippant a telefonon. Azért, mert nem feltétlenül értek ezzel a dologgal egyet, mert ugyanilyen addikciót okozhat idézőjelben, vagy okozhatott annak idején bármilyen videójáték, bármilyen társasjáték, bármilyen könyv, tehát hogy nem. De most azért a monopolizás az más. Sosek leültem rá ennyire a kapitalira. Akár a telefonra, tehát szerintem rettenetesen addiktív. De azért addiktív, mert ugye a technológia benne van, és marha jól néz ki. Az, hogy te egyébként látod a telefonod mögött lévő világot, bár semmit nem érzékelsz belőle, mert a rohadt Pokémonokat nézed, de más volt az, hogy leültök négyen, és monopolisztok, vagy bármilyen de más. De bármilyen más videójáték is, ami ilyen egyszemélyes volt, amikor még nem voltak arra a lehetőség, vagy nem volt arra a lehetőség, hogy mondjuk online játszál egy csomó emberrel egyszerre, hanem otthon toltad a kis konzoloddal. De az ugyanilyen beteg volt, ez most azért lesz sokkal népszerűbb, mert olyan technológiát tett mögé, amit eddig nem ismertünk, hogy megvan a valóság, és benne jönnek a virtuális dolgok. Figyelj, most nézzük a jó oldalát a dolognak, hogyha leszámítjuk azt, hogy azért vannak olyan őrültek, mert akik mondjuk balesetet szenvednek azért, mert nem figyelnek oda, hogy hol mászkálnak, meg felmásznak egy hegyre, mert a barlangban ott van egy Pokémon, és ott várja őket. Igen. Ez iszonyatosan beteg. És fölmennek egy üres barlangba, hogy begyűjtsék, aztán lefelé mentünk, megcsúsznak, és halálra zúzzák maguk. Tehát, hogy nyilván vannak ilyen szélsőségek, de legalább kim vannak. Nem a szobában négy fal között. Nem, ez álságos. Nehogy már... Hogy legalább legalább jó levegő van. Nézzük, hogy jó levegő van. Itt fogsz venni az üllőin, fogod vadászni a izéket. Úgyhogy semmit nem látsz a világból, mert a rohadt telefonod képernyőjét nézed. Erre nem mondjuk a már négy fal között, legalább akkor mit látta gyerek? De ne legyen a gyerek nincs a négy fal között. Ne legyen a négy fal között. De azt mondom, hogy akkor a két videójáték között, vagy a két játék között legalább azért választanám én mondjuk a Pokégót, mert hogy legalább menni kell. Ha nekem van egy üzletem, mozogsz. Akkor tudok szólni a pokémonosoknak, hogy rakjanak oda elé egy rohadt drága pokit, és jöjjenek és oda. Mindenki. És leírom, hogy leárazás, lebencs, leves, nem tudom, 600 rohadt. Az a baj, ő nem látja. Érted? Ő nem fogja ezt elolvasni. Nem néz föl. Vagy kávé 600, 300 és egy rohadt nagy sárga pokémon van az üzletem előtt. Le tudom rakatni? Le tudod rakatni, csak hogy begyűjti a pokémont, és onnantól és nem érdekli. Tesszük meg egy kávét, így áll, leérezzás. 300! Nem tudok, ott már van egy pixi point. Ott már menni kell tovább. Szóval ki dönt arról, hogy hova teszik a Pokémon? Mint hogy H&M nem tud arról dönteni, hogy leárazás van, és ő lerakat magának, de nyilván nem tud erről dönteni. Nem. Ez benne a lóvé. Ez benne a lóvé? Hát szerintem ez a lóvé. Tehát mit tudom én, a Zara fizet a Nintendónak, hogy tegyetek le elém minden reggel egy Pokémont, mert a hülye utána bemegy és vesz kétszer a inget. Illetve a cipőosztályra tegyétek le. Igen, a cipőosztályra vannak. Tehát maga a szoftver dönt, de hát gondolom, nem tudod azt mondani, hogy nyitottál egy új éttermet, nem tudom, a Váci utcába, rakjatok már le két, nem tudom, repkedő varjút elém, mert az egyébként nagyon jó. Nem? Hogy van ez? De hülyék vagyunk ehhez. Nem értek hozzá. Na mindegy. Jó, csak mondom, hogy közben nyugodjatok meg. Igen. Bagolytalanítottam a stúdiót. Nagyon a jó. Hála, a jó Istennek. Jó, begyűjtöttem. Egy gyenge kis 200-as volt, úgyhogy nem tudott nagyon sokat, de megvan. Van egy CP12-esem, egy CP24-esem és egy CP10-esem, egy Pitgim, egy Ratatám és egy Charmander. Ezek már az elkapottak? Ezek már az elkapottak. Mm-hmm. Jó, várj, nem állsz rosszul. Ahhoz képest igen, csinálni. Fél órája kezdted és mondjátok már... meg, hol lehet beváltani euróra, jó? Engem azt írjátok meg, hova, melyik ablakhoz kell mennem, hogy kapjak érte egy kis. Ó, megnéztem egyébként Pidgit. Pidgi, igen. Hát mondtál, azt Pidgi. Mondja, hogy... Pidgi? 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 Neki Pidgi. Az eredeti abban neve nekem sokkal jobban tetszik, mert az Popó. Popó? Az jó, az nekem úgy sincs. Azt gyűjtsél már be egyet. Egy jó popót szívesen megyütek. Egy jó latin popót én is begyűjtök. Nem tudod. Igen, egy jó latin pop szívesen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Keres hová. Smukandor feleséget keres. Hát megütött bennünket a hír. Hoppová. Egyáltalán nem csodálkozom, hogy eddig nem találta meg. De hogy... De neki nagyon komoly párkapcsolata volt még a tavalyi évben. Egy gyönyörű nővel nagyon járt. Csinos, egy nagyon-nagyon nagyon szép nővel járt együtt. Ezt sokan nem is értették, hogy miért választotta a hölgyőt. Egy nagyon-nagyon jó nagyon dekoratív. Volt. Igen. Hölgyel. Mi történt? Elhagyták egymást? Na hát az van, hogy a barátai agódnak, a hajdan a politikai porondra is fellépő ugye Smukandor miatt, mert hogy ugye lassan 50 éves lesz, és hát egyedül van.
Egyedül van. Egyedül van, és nőt keres magának. Közel egy éve szingli, közeledik az 50-hez, és rátört. Rátört a magány. A haverokon keresztül keres, vagy hirdetésen keres, hogy keres? Hát... Adott apró hirdetés. Mit ír a Smukkandor magáról? Hát igen. Smukkandor vagyok. Mások által csinosan gondolni. Jó, igen, de ők már sajnos nem él. Igen, de ők már nincsenek közöttük. Jó. Igen, jó, beszélőkéveren, ez intelligens, van. Művelt. Humoros, aranyos, nem tudom, hogy igen, van európai pénze. Gondolkodásmódú. Igen, jó anyagi körülmények között, élő, saját lakással rendelkező. Ezt írod le? Vagy mit írsz magadról? Vagy csak kiteszed, ez a Smukkandor vagyok, feleséget keresek. Uh-huh. Nem, ő azt írta a posztjában egyébként. Nem a Fuchsos, a politikus. Igen, ugyanitt olcsó leértéket. Ugyanitt olcsó leértéket Bizsú eladó. Kérésre király vizes bizonyítás. Azt írja, lassan elértem a gödör alját, tette közé ezt egy Facebook postban. Ez mondjuk nem túl biztos. Nem elég, hogy egyedül jövök moziba hétfő esteben, de még a nézőtéren sincs senki. Mikor jó filmre ülheted. Azt hiszem, ezt hívják vagány magánynak. És ezt írta ő egy Facebook bejegyzésében, és hát a barátai aggódnak, hogy nem talál magának. Párt hosszú távú kapcsolatot, feleséget és gyereket szeretne. Állítása szerint nem gyötri kapucárási pánik, csak nem talál párt magának. Uh-huh. Szomorkás ez a bejegyzés. Ez szomorú bejegyzés. Kicsit hitehagyott. Szomorú. Szomorú, igen. Hát hívjuk fel, kérdezzük meg, hogy mi a helyzet. Hát, ha tudunk segíteni. Hát, ha tudunk segíteni. Adhatod csöngéstől nyugodtan. Hát hívjuk bentről akkor. Hát, ha tudunk neki egy kicsit segíteni. Mindig elegáns. Igen. Ugye? Pedig olyan. Csak viszonylag magas az életkor a szavazói bázisában, szerintem. És a... Hát nem mondanak kell választani. De már nem politizál, nem? Szerintem már nem politizál. Hát kicsit még politizál? Kicsit. Tényleg? Igen. De egyébként egy szórakoztató pasas. Egyértelműen. Kifejezetten jó májával. Múltkor, amikor beszéltünk vele, kiderült, hogy abszolút szórakoztató. Ezt már többször bebizonyította. Sőt, ráadásul van humorérzéke, meg öniróniája, ami azért a magyar hírességeknek kevésbé. De most... Hát lehet, hogy tegnap este összejött valakivel is tartta. Ott ült még a moziban. Hát várom, és Irénke néni. Andorkán még magára tettem az X-et. Rátennék mást is. Most is tudok tenni. Jöjjél majd átra, átsó sorban. Megigazítom már. Elfogyott a nachoszom, meg a sajtszó. Kendőjét. Nem, jó, figyelj, na, ez hát nagyon nem jó. Már. Ennek nem örülünk. Ez így nem fogunk segíteni. Menj, atyám! Ez jó, add be! Ne hívd be még egyszer! Ezt nehogy kivegyük adásból, hát nem annyit csinálod. Pert, várjál, hát ezt várjuk meg. Tedd be. Ne hívd újra. Tedd be. Figyelj. Ez jó, ez jó. Ez mi van? Mennyei atyám, esdekelve kérünk téged, add meg egy egyszerű léleknek azt a képességet, hogy a sítszó után üzenni tudjon. Amen. Köszönöm. Ő nem normális. Mondtam, hogy jó. Mondtam, hogy jó. Nagyon jó fej. Mondtam, hogy jó. Hát ilyet épp ember nem csinál. Muti még egyszer? Hát figyelj, nagyon. Add meg a lehetőséget, az egyszerűes. Gyere, nyomjál, még. Ez az üzenet rögzítője valakinek jó. A 21. században. Add meg azt a képességet, hogy üzenni tudjon. Hát ő nagyon szórakoztató. Hát nyomtál egy? Zsül ismerkedik a pulton. Megvan? Na, gyere már. Neked sem megy, akkor hívjuk be a biztonsági őr. Visszajössz, Anna, egy pillanatra. Gyere már, légy szíves. Légy mert Zsül nem bírja újra hívni. Mert most megy majd a továbbképzésre. Hoha. Hogyan használjunk nyomogombos telefon. Most mi van? És ő a mi bizodalmunk minden reggel, hogy technikailag rendben vagyunk. Ugye? Haló. Haló. Te ki vagy kapcsolva? Te előbb ki voltál kapcsolva? Én Isten őrizt, hogy kikapcsolva legyek. Hát rátok várok. Haló! Jó reggel! Hello!
Éljen és virágozzék a megbonthatatlan Morning Show. Köszönjük szépen, ezzel óvatosan. Megbonthatatlan, ez egyre bizonytalanoknak látszik. Hát bízunk a legjobbakban. Sokan dolgoznak azon, hogy azért ez megbonthatatlan legyen. De legyen megbonthatatlan, mert elképesztően mielőtt még bármiben hülyeségbe belemegyünk, mert abból van elég. Hadd gratuláljunk nektek meg a hallgatóknak, mert amit tettetek ezért a kisgyerekért, azért le a kalappal. Ó, de helyesen, hát tudod, mi mindig csak a végállomás vagyunk. Itt a hallgatók azok, akik sokat tesznek, meg akik elküldik a levelet, meg. Nem tudom felszűnt, hogy először a hallgatóknak gratuláltam. Tudom, hogy magára vállaltam. Tolom is rájuk azért nagy erővel. Így van, mert 2 millió vannak, mi meg csak 3-an, tehát hogy értjük azért. Igen. Figyelj, a rögzítőd az szenzációs. Tehát az valami elképesztő. Ha már nem tudom, hogy tudsz róla, az a tiéd volt, ez a mennyei atyánk ad meg nekünk a képességet, hogy adjon üzenetet? Hát persze, hogy az enyém, hát tudok róla, én már 10 éve. Hát ez adjuk meg a lehetőséget mindenkinek. Saját ötlet vagy valakitől kaptad, mint Türmer Gyulától? Jócságot határtam, engedd meg, hogy pontál zsugorodjak, és itt befejezzük a beszélgetést, de kedves vagy tényleg, tehát inkább vegyél vértőle más kapocsát, sokkal egyszerűbb. Na, figyelj ide, hát olvassuk ezt a szomorú Facebook bejegyzést. Hát ez valóban elolvasom, hát már tényleg az ember elpityeredik, hogy elérted a gödör alját, azt írod, és hogy egyedül voltál moziba hétfő este, de nem csak te volt egyedül a nézőtéren, és ez valami orosz művészfilm volt? Hogy mit, hogy megnézted meg itt az elfújt az elem? Nem csinálunk reklámot a jégkorszaknak. Beültél a pacsom kipáncélosra? Igen, a lépcsős jelenete megint elsírtad. Nem, az az igazság, hogy a szálnak a darvakat néztem meg, és most nagyon hamar elszálltad. Visszatérve. Ha szállnak a darvakat? Gyulával? A jégkorszakot nézted? Igen. De hát gondolom, hogy este 9-kor kevés gyereket visznek oda, most maximum magamat, tehát ilyen szempontból ne csodálkozunk rajta, hogy egyedül voltam. Na kezdjük azzal, hogy mi van azzal az irtózatosan dögös jó nővel, aki a tavaly még a párod volt, vagy tavaly előtt. Ott nagyon jól mondtad, a volt. A házasságról volt szó. Igen, a boldogságot, a boldog. Magát láttam rajtatok. Én magam is a boldogság teljes öblében úsztam, ahogy ezt mondani szokás, de ahogy mondani szokás, előbb-utóbb jön az apály. Innentől kezdve, hogy ilyen szép képzavarra érjen, partra vetődtem, mint egy bálna, de ezen ne csodálkozunk, mert elkezdek javálni, hogy ufó, de kiderült, hogy csak ufó. De alapjában mi történt? Rányitott a fürdőszobába, és meglátta, hogy fűzött hordasz. Érdemes volt szemben. Nem, az igazság, hogy én nyitottam rá, és rájöttem, hogy a te képedet. Jó! Fűzött hord, és még így is ilyen gömbölyt. Szóval akkor újra egyedül? Hát az nem egy jó állapot, így lassan 50 évesen, nem? Hát olyannyira lassan, hogy azért még van egy pár év, de nagyon köszönöm a kedvességedet, tehát gyorsan beveszem a kavinton. Kivel is beszélek? Tehát nagyon egyszerű a történet. Ugye gyorsan nem nekem kell nehézen kiszámolni, hogy ma a magyar férfi átlagkor az általában ilyen 65-66 év. Ehhez képest, ha én most mérhetetlen gyorsan nem találok rá szerelemre, és nem lesz egy kisbabám, akkor valószínűleg nem fogom megélni azt, hogy érettségizik. Innentől kezdve, hogy mondani szokás, mérhetetlen gyorsan kitaláltam, hogy akkor nosza most belekezdek egy feleségkereső projektbe, ideális férjelölt pont. gmail.com-ra várom a jelentkezőket nagy tisztelettel. Nagyon jó. Na, hogy castingolsz, vagy mi alapján szűröd? Vagy van-e valami, ami azért egy fontos, nem tudom, kor, vagy hajszín, vagy bármi, ami alapján egy picit szűrsz? Vagy mindenkire nyitott vagy? Hát figyelj, ahogy mondani szokás, hát aki engem el tud fogadni, az már önmagában egy szűrés, nem? Jaj, ráadásul ezek félvakrandi, mert ő pontosan tudja, hogy kihez jön, én viszont nem tudom, hogy ki jön. Ezért találtam ki azt, hogy például, hogyha most így beszélgetünk, hogy van olyan, aki ugye nem mer interneten ismerkedni, ezért például ma itt a Sas utca 4-ben egy budapesti étterem teraszán ülök egy órától, tehát ha valakinek van kedve, akkor egytől kettőig itt megtalál, az ideális férjelölt, ugye 2 évvel gmail.com-ra, akkor nagy tisztelettel várom. És van egy ilyen nyilvános randit, hogy ott üldögélsz, és aki oda jön, akkor az már egy ilyen randinak. Most találtam ki, hát most már van egy ilyen nyilvános randi, igen, ahol a legnagyobb szeretettel várom mindenkit egy jó időre. Ismertetőjel mi lesz? Ott lesz előtte egy tányér a 30 darab croissant? Nem, 35. 35 az közelebb van a koromhoz. És 4 liter jókai bablövés. De az az igazság, hogy palacsinta lesz, tehát ne idegeskedjünk, palacsinta lesz, tehát aki azt szeretné, az a legjobb. Tényleg az a jelige, hogy kis muk. Nem. Hát, egy nagy muk nem tudok venni. Tudod jól. Kis muk? Hát ez onnan jött, hogy tudod, hogy 50-es a lábam. Jó, van ez a nóta.
hogy 50-es kislábak törik át a nádat, hip-hop jön kismuk. És ebből gondoltam, hogy akkor legyen ez. Éhes vagyok, egyedül vagyok, kismuk vagyok. Igen, hol vagy karak? Ennél már csak az lett volna rosszabb, hogy Andor nem kalandó. Ne add neki, még használni fogja. Az a baj, hogy nekem a szándékaim komolyak. De hát ilyen szempontból láthatóan ti ezt nem tudjátok értékelni. De nem írás, abszolút. Hát elolvasva a levelet közben érzem, hogy azért ez félig meddig fél komoly, meg hát azért ez nyilván egy ilyen... Ebben sokan szenvednek, hogy még nincs magad igazi, nincs gyerek, de közben már azért úgy érzik, hogy erre megérettek, és hogy szeretnének. Alapjában a családalapítás motivál? Tehát a gyermek? Hát mindenféleképpen. Hát azért ti tudjátok a legjobban, hiszen mindannyian gyakorló édesapák vagytok, hogy az az érzés, amikor valaki őszintén azt tudja mondani, hogy szeretnek, az a gyerektől jön. De hát egyébként így van, nagy kötelesség, van. Meg nagy önfeladás, de közben a legszebb dolog, amit az ember vállalhat, az ezek a szülői vállalhat. Mert minden más szeretnek, de van valami kis tik, elő vagy utóbb, de ebbe teljesen őszinte. Hát, te is hány választópolgárnak mondtad? A kopogtató cédula. Tényleg, de ez a Terike néni vonal, ez nem jött be? Ők hosszú távra terveztek is? Figyelj életem, a tisztelet társasága az egy nagyon fontos dolog, abban van 142 ezer szépkorú, éppen most végzik a Pókersúlyi Korda György és Balázsvári védnökségével, tehát ez egy nagyon jó csapat. Na, nem szabad összezeverni a szórakozást a családalapításra. De van-e valami hobbid, vagy van-e kedvenc ételed? Keltsük föl a női hallgatók érdeklődését, nézel-e sorozatot? Babulyás sok tej színe. Ugye, amit ilyenkor így beírnak, tudod, hogy érdeklődési kör, hobbi, kedvenc étel sorozat, hát ezeket úgy megjelölik. Mit mondanál magadról? Vagy mi lehet közös? Vagy milyen lányok jelentkezik? Életem, amit már rólam nem írtak meg, az nincs. Tehát javaslom a Google-t. Tehát a Google-on nézzék meg, hogy mi az, ami kedvelsz, mi az, amit szeretsz. De például a bozasztó egyszerű dolgokat szeretem, ezért szeretek veletek is beszélgetni. De ezért szeretnek sokan beszélgetni, mert szeretik az egyszerű dolgokat. Jó, írja Csaba, hogy elindult a Vakrandira, mert nagyon szimpatikus a hangot. Mérhetetlen megtiszteltet, és sajnos a gyereknél probléma lesz, de egyébként a Gyuritől szívesen szállhat. Örökbefogadás. Jó, figyelj, ezt így nyilvánosan berobbantottad, akkor lehet, hogy megcsörgetünk pár nap múlva, hogy állsz ezzel a projekttel, mert ez egy mérhetetlen megtiszteltetés lenne, tényleg abszolút, de addig el tudom mondani már, hogy kik jelentkeztek, illetve milyen randikon vagyok túl. Meg egy-két komoly randit, azért az érdekezem, mert leül egy ismeretlen nővel, mit vár el a nő, milyen volt a randi, hogy sikerült, ha jó, akkor hogy van vége, ha rossz, akkor az ember hogy szabadul belőle, hát ebben azért még van, úgy érzem, hogy pár nap múlva akkor megcsörgetünk. Jó? Jössök délelőtt vagy itt ebben a Sas utcában, vagy nem tudom, mit mond. De azt mondtam, hogy Sas utca 4, ja. egy Budapesti étterem. Meddig vagyok? És akkor egy órától kezdték, tehát a kebédszünetbe ki akar gyorsan szaladni egyet. De várj, ez most egy étterem reklám, mert akkor átülhetsz hozzá. Tényleg. Ezért nem mondtam ki a nevét. Nem mond, profi vagy, nem mondtad. Abszolút, profi vagy. Azt mondtam, hogy egy Budapesti étterem. Abszolút, az jól mondtad. És ha valaki csak estére, akkor hol keresel a pocakos lakatosba? Nem akkor a vakegérben. Andor, köszönjük, hívunk pár nap múlva. Megtisztelő a kedvességetek, és természetesen meg vagytok hívva a Lagzira. Ha egy kicsit ebben segíthetünk, akkor már leszünk öten. Hát életem, ez is már nagy dolog. Az, hogy még négy. Ez még csak négy. Elég, ha van három tanú, tudod. Andor, köszi, vigyázz magadra, hívunk néhány nap múlva, hogy sikerült a dolog, vagy okay. Hogy állsz, jó? Szervus, köszi, vigyázzatok magatokra. Ciao, hello. Ciao, Súk Andor, köszönjük szépen. Hát imádom. Ilyen emberek kellenek a magyar közélet. Bár csak minden celeb, minden közéleti szereplő ennyire önironikus, humoros lenne, ennyire venné a lapot, nem mindig a hülye megsértődés, meg a visszaszólás lenne, hanem ez egymás csipkedése, nem? Hát erről szól a show business alapján véve. Így van. A Kósa is vicces, csak indirekt. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Hogy vagy, Feri? Nagyon jó. Jól vagy? Most már kicsit elmacskásodtál. Igen, a nyakamig fáj. Tehát a kezemen lévő csapatógép, az most már nyakamig fáj. Azt írva, aki nem átsátok már szegény, tegyetek rá hideg gyantát. Hát már volt. Van itt egy nagyon nagy rohadék vagy, szegény Feri, de azért csapas nekem, így lélegzik. Ne többet, kérlek. Szatyi írta nekünk. Nem bántam. Már megbánta. Már ő is megbánta. Higgyétek el, hogy lehet, hogy még egyszer le fog szokni majd a Feri a dohányzásról. Ha eszébe jut, a mai nap. Nem, most már nem tudom fogni már a cigit. Lassan a szájuk majd. Figyelj, most néhány cigarettáig legalább eszedbe jutunk. Ott leszünk veled majd, mikor rágyújtasz. Na, hogy téved el egy vonat? Mondjátok meg nekem, mert engem ez tegnap óta lázban tart, és...
Hát komolyan mondom, ez már mint valami gyaloggalop, vagy én nem is tudom mihez hasonlítani. Hát Brian élete. Ez vagy... kéziváltós volt, tudod, ez a odaállt a szak, és azt mondja, hogy jobb vagy bal? Legyen bal. Szemből álljak, vagy hát, vagy hogy? Ugye, tehát Szombathelyről indult, ha minden igaz, Budapestre. Bogozzuk ki. És Répcelak helyett Sárvárra futott be. De valahol nyomott egy fölfelét. Aha. Ugye? Mert a de kinyomott, Sárvár... ki nem vette észre, hogy történik ez ilyen, miért nem veszi észre a Kaller, miért nem szól fél óráig, mi van a mozdonyvezetővel, mi van az utasokkal. Azért itt nagyon-nagyon sok kérdés van. Ugye gondolom elérkeztek egy adott kereszteződéshez, igen, és ott elindultak Sárvár fele, ahelyett, hogy Répcelakra jutottak volna. És volt csodálkozás Sárváron? De hogy? Répcel, aki személy érkezik a négyes vágányra. És mindenki, mi van? Sárvár. De a vonatvezető nem tud váltani, ugye? Ő nem. Tehát, hogy ezt nem ő csinálja. Ő nem. Hát ő csak megy szépen. Sin-sin. Érted? Igen. Lehet, hogy nincs tudom én, azért levágták a füvet tegnap óta, vagy mitől megkurtították a fák koronáját, vagy ilyesmi. Figyelj, zseniális. Azt írja egy utas, hogy jól kezdődött, mert az előre megváltott helyet semmit nem ért, más vagonok voltak, mindenki odaült, ahova akar. Ebből már érezted, hogy valami nem stimmel. Igen, valami buliban. A vonaton nem volt feltüntetve, hogy hova tart. A kalózhölgy biztatta az utasokat, hogy nyugodtan szálljanak fel, higgyék el, ez az a vonat. Ez már nem indult túl meggyőzően. Aztán befutottak Sárvára, ami nem esik útba. Képzeld az első utast, akinek ez így leesett. Ülsz a vonaton, várod, hogy megérkezzél, nem? Megáll a vonat, fölnézel, és látsz egy olyan táblát, aminek nem szabadna ott lennie. Mert nagyon máshol van. Sárvár. Ha, és ott fönn egy csomó Répcel, aki. Sárváron szegények nem szállhattak le a vonatról, amit szinte nem értek egyébként, hogy miért. Mi az, hogy nem szállsz le a vonatról, de rájössz, hogy téged rossz irányba vittek, és neked köszönöm szépen, te nem kérsz a visszaútból, vagy van ott ismerős, vagy akkor te... ez a Sárvár nem zárhatják le a vagonokat, hogy te ne nem szállj. Nem szállsz le az utasról, fél óráig nincs semmilyen tájékoztatás. Ez a rész. Majd fél óra múlva a Kaller elmondta, hogy technikai malőr történt. Géphang közölte, hogy Hegyfalu következik, jó utazást kívántak, kiderült azon, hogy Hegyfalu megszállt a vonat, hanem átalak. Figyelj, ez egy Brian életem. Visszavitték őket? Hát és aztán visszamentek, 70 percet késtek. Egyébként magyar vonalok az még egyébként nagyjából átlagosnak mondható késés ívek. Lehet, hogy korábban értek oda, mint máskor. És megkezdték az eset körülményének kivizsgálását. Ki hibázik ilyenkor? Hogy nem veszi észre a mozdonyvezető fél óráig, hogy rossz irányba megy gyerekek? Hát ezt én nem hiszem el. Hát te közlekedsz egy vonalon. Lehet, hogy új volt a sofőr. Hogy nem járt még a... Miért? Hát van ott is, hogy egyszer csak kivezi. De ő nem választhat, itt nincsen kormány, hogy akkor most jobbra megyek, balra megyek, jobbra megyek, balra megyek, tűnt fel neki, érted? De hogy nem tűnt fel neki, hogy nem arra megy, hogy nem az az állomás következik. Jobb vagy a balsin, hogy hívják út, át bal. Ez nem így megy. Ott tesztelték a magyar csillagkaput. Félreváltott valaki. Ez történt. Mindjárt átkapcsolom, csak elszívok még egy cigit. Igen. De ez egyébként tényleg így történt, hogy jött a bakter. Igen. Ő lement, és valamit vagy átkapcsolt rosszul, vagy elfelejtett valamit átkapcsolni, nem. És ezért a vonat egyenes, elindult balra. Szerintem nem kéziváltós, nem lehet már ez analóg. A szabobakter vonal, ez már nincsen. Lecsoszogott szépen a bakter, és bevaragad a mindegy, együnk egy lebbes. Nem, biztos van egy ilyen, hogy hívják, egy kis high-tech terem, egy ilyen hatalmas kapcsolótáblával, ami villognak mindenféle lámpák, sárgák, pirosak, zöldek, és akkor gondolom van egy kezelőpult, és lehet, hogy félrenyomott, vagy mit tudom én, az egyik kontaktos. Na de várjál. Az egyik lámpa. Hát azért ezeket a vonatokat látni kell GPS-en, hogy hol vannak. Nem látnak engem, mint utast, hogy én hol vagyok? Nincs egy kezelő felület, ahol azt mondják, hogy állj meg, Józsi, állj meg! Na nem jó felé mész. Rossz irányba mész, állj meg! Azon a sínen nem neked kéne ott lenned, ülj rajtad 70 ember, hát jöhet valaki szembe, hát egyetlen, ne állj meg, mert nem jó. Most, gyere vissza, és menjél jobbra. A kerítés szaggató kamionos lánynál is volt GPS, azt látod. És mégis mi lett belőle? Nem lehet, hogy eltérítették a vonatot? A sárváriak eltérítették a vonatot? Nem, beszéltünk reggel a Bernie ügyről, ugye? És hogy itt egy teljes vonatot el tudsz tüntetni. Porpácon történt az elmenetel, tehát ott nem Porpácon van egy Porpácon? Egy gigantikus fekete lyuk. Érted? Egy eseményhorizont, egy fekete lyuk, és hát, ott belement, és megjelent Sárváron a vonat. Igen, vagy a hírhet Porpáci Ultrák. Igen. Annyit olvastunk már róla, hát most megint megmutattál. A sajtó. Érted, előjöttek megint az illegalitásba. Az nem lehet, hogy egyébként, hogy a máv rossz színben próbált meg feltüntetni a gyeserek? Tehát ez egy ilyen máv, gyesev, féle konkurencia harc. Ilyen máv ügynökök. Átváltottak. Ez egy titkos fedett akció volt a máv részéről.
Egyszerűen elképzelni nem tudom. De nem már volt, igen. Vagy hát a máva, amikor összevesztek a gyesebbel. Szóval, és hogy nem látott fél óráig, hogy rossz irányba megy. Senki. Jó, hát érted. Azért azt gondolom, hogy az utasként azért nekem nagyobb biztonságban kellene ülnem egy ilyen vonaton. Most nem mondjuk azt, hogy szembe jön, meg nem igen, jön nem szembe, meg nem tud, de hogy fél óráig nem veszik észre, hogy eltűntem. Jó, azért ez nem hát megnyugtató. Igen. Én nem mozdonyvezetővel egyébként, azt gondolom, hogy mozdonyvezetővel semmi gond nincsen. Tehát, hogy neki nem kell feltétlenül ismerni. Lehet, hogy nincs a fejedbe 200 kilométer. Tudod, hogy ezért, hogy volt itt ez a Lucerna mező, vagy nem volt? Vagy mi van itt? Balra hegyek? Milyen hegyek? Érted? Na de azt gondolnád, hogy a mozdonyvezetőnél van egy walkie-talkie, van egy rádió, van bármi, amivel szólnak. Hát most holnap meghűl egy mozdonyvezető, összebeszél egy váltóssal, és ő kitalálja, hogy egyébként 100 km arrébb neki vezeti egy pályaudvarnak a vonatot, és nem lassít, mert bekattan. Az meg tudja úgy csinálni, hogy egyébként senkinek nem tűnik föl. Hát lehet, hogy éppen akkor mit terem. Vagy valaki elterel egy vonatot, és belerongyol a sárvári, nem tudom, megállóba egy másik vonatba. Ezt fél óráig ülnek a vasutas, és nem veszik észre, hogy eltűnt egy vonat 70 emberrel. Hát mert lehet, hogy van ez? Lehet, hogy a mozdonyvezető tempomat ráállított, és közben hátul a kocsiban Pokémon keresett. Igen, iszletes ez, ez a tyúkus leves aranka, ez még mindig olyan finom, isteni a kezem. Az ott nem egy Pikachu. Mentek a Tervár fürdőbe, írja valaki. Kéziváltó is van, és kormány is kanyarokba használják. Igen, hallotta, hogy van ott egy ritka Pokémon. Ja, tényleg. Na, van egy mozdonyvezetőnk, aki segít nekünk. Halló, jó reggel! Jó reggelt, kötött pályás. Jenő, kötött pályás. Szép jó reggelt, hello Jenő. Máv vagy gyesebb. Sziasztok. Tényleg, máv vagy gyesebb? Te honnan vagy most éppen? Már beszéltünk többször. Igen. Magánvasút. Ja, ja. Ja, felcsút. Megcsináljuk kezdetekben. Na, most ugrottam neki végre. Visznek is ezeket a fiúkat, el kell hallgatni. Magánvasút, aznak, felcsút, aznak. Figyelj, Jenő, te mit szólsz egyébként mozdonyvezetőnél az, amikor hallod, hogy fél óráig eltűnt egy vonat, majd felbukkant Sárváron. Nagyon nem ott, ahol lennie kéne. Azért ez megdöbbentő, nem? Hát igen, így gondolkodtam, hogy ez hogyan történhetett meg. Most én arra tudok gondolni, hogy tényleg, ha rosszul állt egy váltó, és azért egy IC vonat általában azért szokott menni, tehát 100-120-ra. Ugye vannak 100-as váltók is, nem vagyok egyébként arra úgy ismerős, de azt elképzelhetőnek tartom, hogy állt a váltó, a kolléganek későn vett észre, már áthaladt rajt, esetleg a visszatolás már úgy gondot okozhatott, és akkor mondta a menet irányító, hogy gyerekek, akkor most menjetek erre tovább. Nem tudom, hogy a köztes állomáson meg kellette volna valahol még állnia. Tehát, de biztos, hogy nagyon nagyot hibázott a váltókezelő. A mozdonyvezetőknek van vonalismeret, amiből vizsgázni is kell. Ugye ez is megint egy olyan dolog, hogy a mozdonyvezető fiatal lehetett, vagy idősebb, tapasztaltabb kolléga, mert ugye egy tapasztaltabb kollégával ilyen nem történhet meg. Másik meg, hogy a vonalirányító is van. Tehát azért egy vonat nem tud csak úgy eltűnni, főleg most már emigrendszer is működik, ami minden közlekedő vonatot egy központból látnak, hogy hol, merre közlekedik, és ugye a hát akkor miért nem állítják meg? Elnézzél egy váltót, lassíts le, gyere vissza, és menj el. Tehát nem biztos, hogy nem állt meg a nyílfonol, és nem értekezett, hogy gyerekek, hát átjöttem, most már itt vagyok fél kilométer az állomástól, most látom, hogy gyerekek nem arra állt a váltó, mit csinálják? De addig volt senki nem vette észre, érted? Azért én itt nézem a térképet, ez közel 15 kilométer a Porpát-Sárvár, tehát annyi idő alatt nem veszed észre, csak amikor ki van írva, hogy Sárvár. Nem hiszem, tehát én arra gondolok, hogy ezt észrevett a mozdonyvezető, és szerintem meg is állhatott, csak lehet, hogy mondták neki, hogy figyelj, hát itt már visszatolni nem kéne egy ilyen hosszú szerelvényem, mert annak is megvannak a szabályai, hogy hogyan kell visszatolni. Mégse szállítsuk le az utasokat, hogy tolják már vissza egy 600 métert, igen. Hogy inkább azt mondták neki, hogy figyelj, most már akkor menjél tovább, és akkor majd ott meglátjuk. És akkor hát persze az utasok meglepődtek, én is meglepődtem volna. De amilyen vidámak vagytok, látom, ti nem voltatok rajta vonaton, mert időben beértetek a stúdióba. De figyelj, mi mindig mindent humorral próbálunk feldolgozni, szóval hogy azért ennek a reggelműsornak ez a célja. Hát komikus ugyanakkor, persze, hál' Isten nem történt baj, lehet is vele humorizálni, de hogy ugyanakkor baromi komikus, hogy ülsz a vonaton is megjelenik előtt egy olyan megálló, amire se nem kérted, se nem fizettél be, majd nem engednek fél óráig leszállni. Az embernek van egy rutinja. Tehát ha én írásbeli rendelkezést kapok arról, hogy a váltó, tehát mondjuk a jobb meg a bal vágányon, két vágányú pályán, mondjuk a bal vágányon vágány zár van, mert ott dolgoznak. És hát hibázott már velem is, ha előfordult a váltókezelő, mert nekem pont arra a vágányra állt a váltó, mikor jártam ki egy állomásról, ami ugye a vágányzárolt részre vezetett volna. És ezt észrevettem, és azon pillanat gyors fékeztem, és értekeztem, hogy gyerekek, hát nekem nem erre kéne mennem. Tehát ezért nem tudom elképzelni, hogy nem vette észre. Biztos, hogy megvannak a részletei, amit majd ki fognak vizsgálni ugye a vasúti biztonsági osztály dolgozói,
És akkor hát ez emberi mulasztás az egyértelmű. De utasok itt biztos, hogy nem voltak veszélyben. Ja, persze, mi se pánik, vagy hangulatot akarunk kelteni. Mi inkább csak filózunk laikus utasként, akik ugyanúgy fölülnek egy vonatra, meg mennek, hogy a fenébe téved el velünk. Jó, hát mondja, hogy most poénos akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a váltókezelő kapott egy lekesztőt, mert mit tudom, és Sárváról lakott a mozdövet, és haza akart ugrani valamiért. Igen, és leakadt. Tehát ilyen is. A másik meg az, hogy ugye hallgattalak benneteket, hogy bekattanik egy mozdonyvezető, és ilyen meg olyan balesetet csinálhat. Tehát azért azt tudnotok kell, hogy a mozdonyvezetőknek, tehát az egyik legkeményebb pszichológiai és egészségügyi vizsgálaton kell átesnie. Ezért is van az ugye, hogy bizonyos kor után már nem biztos, hogy megfelel erre a munkakörre egy mozdonyvezető, és ugye elég sokat ugye le is vesznek mozdonyról, vagy régebben ugye az volt, hogy 52-53 évesen elmentek nyugdíjba, mert az egészségük már nem bírta. Ugye most már sajnos nincs ez a korkedvezmény, ezért is félünk mi attól mozdonyvezetők, hogy bizony mi lesz velünk akkor, hogyha már nem fogok megfelelni erre a munkakörre. Hogy nagyon-nagyon keményen vizsgálnak minket, tehát itt nincs olyan, hogy valaki... Jó, hát ez csak egy felvetés, hogy minden megvizsgálunk, mindent felvetünk, aztán eljutunk valahova. Tehát ez egy ilyen hangos gondolkodás, ahogy mi egy témát sokszor megközelítünk. Egy baleset, mondjuk egy gázolás. Olyankor is az embert mindjárt elküldik, rendkívüli orvosi vizsgálat, pszichológus, stb. És hát azért ott nagyon könnyen kijön, hogy esetleg valakinek... Persze, nem, hát nem véletlenül sem. Másra is nem. Titeket akarunk bántani, inkább csak laikusként gondolkozunk. Láttad Lajost reggel óta egy rambókést élet. És mondogatja, hogy jövök Sárvár. Igen, akkor mondjuk, hogy érdemes szólni. Jánő, drága vagy, hogy becsörögtél, mint mozdonyvezető. Köszi. Szívesen, kötött pályásra, igen, neked is. Mi próbáljuk mi egyesebb szóvivőt elérni Rázó Lászlót, de nem tudjuk egyelőre hallani. Nem tudjuk egyelőre elérni. Az a legtisztább, mikor mindig megszólaltatjuk ugye az adott orgánumot, vagy hát az illetékes, de nincs most egyelőre, Laci, úgy néz ki. És miért nem hagyták leszállni az utasokat? Ha? Mert aggódtak a biztonságukért. Tehát vissza kell vinni őket. Sárvár oda, nem vízum. Szerintem nem. Na mindegy, jó, meglett a vonat. Egyébként korrekt volt, amit mondott, mert elmondta, hogy veszélyeztetés nem volt, senki nem volt veszélyben, de a kárt megtérítik. Tehát maga, amit elmondott, egyébként az nagyon szimpatikus volt. Csak picit abszolút. Emberi mulasztás volt, azt mondja, kivizsgálják, számon kérik, és aki tudja bizonyítani, hogy kára esett, az természetesen nyújtsa be és megtérítik. Tehát nagyon-nagyon nyugat-európai hozzáállás volt az, amit egyesebb egyébként kommunikált, ahogy kell ilyenkor. Lehet, ez a minimum. Lehet, hogy tök szimpla emberi dolog volt, érted? Sokáig volt a regyon a váltókezelő, és már kopogtam. Gyere már, gátszom, itt van a réccel, aki! Később! Na jó, van minden, most már visszaülök. Inkább én mondok föl. Igen. Y már nem tudott volna megfordulni? Neki nincs rutin vizsgálja? Igen. Kellett az utasoknak a kitérőért pótdíjat fizetni? Az lett jó napot kívánok, Sárvára érkeztünk, pódi, jegyeket felmutatni, tessék. Plusz 40 kilométer oda, visszafizessék ki. Akkor kezdjük a büntetéset. Kitöltését. Mindenki lakra, na hát akkor álljunk sorba, mert ez nem most lesz, hogy kézzünk. Egy csúnya büntetés lesz. Abszurd egy ország, de komolyan mondom, nagyon. Valahol az ember röhög, de már néha kinyában. Tényleg. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Olvassátok, hogy Kazincz Barcikát letaszították a trónról, mert hogy a 13. helyre került Kazincz Barcika azon friss kutatásban, amit most végeztek, mert hogy a Máté Szalkaiak néznek a legtöbben internetes pornót az országban, és nem Kazincz Barcika. Nem mondjuk. De... Szívünk csücske, Kazincz Barcika ilyen csúnyán elbukott. 13. hely. 13. helyre szorult vissza Kazincz Barcika, akik tavaly ugye megnyerték ezt a versenyt. Mert ugye minden évben megnézik, hogy hol néznek, vagy hol töltenek le a legtöbben erotikus tartalmat. És kiderült, hogy Kazincz Barcika lecsúszott a dobogóról, sőt, tehát nem lecsúszott, hanem egészen a 13. helyig rótizott, mert átvette egy másik város. Na most mi új történt Kazincz Barcikán? Van hazánknak. Vagy mi történt a másik 12 városban? Hát lehet, hogy megirigyelték az elsőséget. Ja, eddig mi is voltunk Kazincz Barcikán, és szerintem a letöltésben ott akkor
Igen. Van egy oldal, ami egy randi oldal, és ott minden évben megcsinálják ezt a kutatást, és azt nézik, hogy milyen tartalmakra kerestek rá az interneten, erotikus szexuális tartalmakra kerestek rá az interneten. És kiderült egyébként, hogy a júliusi csúcsidőben mely városok izzottak a legjobban, ha lehet így mondani. Ugye? És hát az online pornót legtöbben a kazincbarcikaiak keresték, időn viszont Máté Szalka vette át nagyon ezt a kitüntető címet, ott töltöttek le, és ott néztek a legtöbben erotikus. De valami komoly probléma volt a nettel a kazincbarcikán, és ezért történt ez a dolog. A szolgáltató megszabadult tőlük, vagy ők a szolgáltatótól, vagy miért lehetett ez? Tehát azért 12 helyet visszaesett. Igen, és egyébként mi van Budapesttel? Tehát eleve, ugye itt azért nagyon sokan vagyunk. Budapest nincs a top listában, nincs dobogós helyen, tehát nem vagyunk az első háromban, nem még az első ötben. Tehát Budapest... Ez egy istenfélő keresztény. Hát ez az. Ez egy istenfélő keresztény. Fölfért még a dobogóra Kisvárda, Szerencs, hát komolyan mondom. Hát Budapest sehol nincs. Kereti ország rész, ugye Kisvárda, Szerencs, Máté, Szalka, ráérős emberek vannak arrafelé, önhibájukon kívül teszem hozzá, ugye? Tehát, hogy kicsit talán kevesebb a meló, és akkor ezzel ütöd el az időt, hogy pornót nézel. Ez egy érdekes dolog, és tényleg a keleti ország rész inkább, aki aktív. Ja. Szerintem, ha nem érsz rá, azért vannak dolgok, amikre úgy szakítasz időt. Tehát, hogy nincs szerintem ekkor összeműködés. Tehát a fontos igen, az, gondolom, az ember, hogy igen. Van a hobbi, van a kikapcsolódás, de a meló az meló, gyerekek. Hát ez a pornó, az pornó. Komolyan mondom, szóval persze lehet szórakozni, internetezni, de ez meló. Az évről évre az ember egy nő, az inger küszöbe, basszus, a meló az egyre meló. Nehezebb olyat találni, érted, ami már meg. Higgyétek el, ez kötelesség. Szóval, hogy ezt nem is értem. Ott kell lenni az elsőben. De én azt hittem, legalább Lőrinc fölfér, vagy te legalább dobsz az átlagon kicsit, vagy megjelölnek egy kis piros izzó pöttyöt Lőrincen, hogy egy pulzáló pötty azért ott van, legalább képviselet Budapestet Lőrincről, egy ilyen kis vörösen pulzáló pöttyel ott a 18-ból, de te nem vagy elég. Én tényleg csapataink harcban állnék, alig győzünk tárazni, de egyszerűen nem megy. Vagy írek, hallgatok, igazából szevoltásokat Máté Szalkán. Van-e ott vár, mit lehet ott megnézni, hogy nem töltöttél az utóbbi három hónapban, a kiemelkedően sokat Máté Szalkán. Arcon köpted ezzel kazincbarcikát. És felraktad a dobogóra, felraktad a térképre Máté Szalkán. Máté Szalkán az IP címe. Mindjárt megkérdezzük kazincbarcika polgármesterét, mi történt. Szitka Péter itt van velünk. Hello Péter! Szép üreget, sziasztok! Hát szomorú hát, most mi van? Hallod? Hát, most... Elmúlt a varázs. Zokogok azóta. A kollégáknak folyamatosan mondom, elmentem másfél hétre nyaralni, és ez történt. Látod? De mi van? Van egy tömeges celibátus után kaptatok EU-s pénzeket? Vagy? Igen, lekapcsolhatok a széles sávot. Na. Kaptunk rá megfelelő választ, tehát ideológiailag próbáljuk megközelíteni a dolgot, és ugye a kollégáim azt mondják, hogy mivel alapvetően volt egyfajta inger, volt egyfajta kihasználatlan kapacitás, ami ugye az internet világában került úgymond idézőbe elköltésre, ezt a hölgyek észrevették. És optimalizálták egy kicsit a felhasználást. Aha. Ja, hogy nátok volt egy keret, amit el lehetett használni internetezésre, és a csajok ezt észrevették, és másra használták. Aha. Így van, és ez rájöttek, amikor ugye erről beszélgettünk, és azt mondták, hogy jó, hát ha van ilyen plusz, akkor ezt, gyerekek, ezt ki kell használni, mert ez úgy van. És hát ez ezt okozta. Meg hát nem voltunk itthon, meg egy kicsit persze. Nem figyeltünk. Hát hallottuk, hogy voltak két hétig szabadságon, hát akkor gondolom azért. Visszaesés. A visszaesésnek megvan azok. Hát de sajnáljuk, de majd dolgozunk az ügyön még, tehát majd még kitalálunk. Valamit kell csinálni, Máté Szalka nagyon csúnyán megérkezett. Nagyon csúnyán megérkezett. Hát vagy az van, amit több hallgató is ír, hogy ti kazincbarcikaiak Máté Szalkára jártok nyaralni. Igen, ma, hogy olyan jelent Máté Szalkára, te igen, átmentetek egy kicsit Máté Szalkára. És akkor ott megdobtátok a dolgot. Igen. Vagy hát már a sötét webben kószáltok, amit ugyan viszont nem lát. Nem lát profibok lettetek. Profibok lettetek, és mindenféle szűrőket használtok. Mi van a Bud Spencer történetünkkel? Igen. Kérlek szépen, azóta, amióta ugye megkerestetek ezzel a dologgal, hogy igen, akkor történjen benne valami, én felvettem a kapcsolatot a Tasnádi Szandival, ugye magának a műnek a készítőjével, meginvitáltam kazincbarcikára, ő már járt nálunk, nem járt nagyon még erre, úgyhogy igazából bemutattam neki a várost, ez néhány nappal ezelőtt történt meg. Borzasztóan tetszett neki, néhány olyan helyszínt mutattam, ami alapvetően egyébként a későbbiekben magának a műnek az elhelyezésére is szolgálna, illetőleg hát azt a kis szentélyt, vagy azt a kis zarándok helyet, vagy azt a teret, amiről ugye beszéltünk, annak a kialakításnak a helyszínéről kiválóan megfelelne itt kazincbarcikán. Rábólintott, tetszik neki?
Igen, ő nagyon lelkes volt, nagyon tetszett neki. Ugye jövő héten kezdődik nálunk egy kolorfesztivál, aminek az előmunkálatait is már ő látta. Tehát, hogy úgy bezseg az élet a városban, tehát úgy látszódott, hogy azért ez egy nagyon jó helyre kerülne. És akkor kérdeztem, hogy mit lehet még ugye ebben az ügyben tenni, hogy lépjünk előre. Ugye a családtól az engedélyek megkérése megtörtént, amire most ugye ő vár, hogy ennek a műnek az elkészítése megtörténhessen, és ugye a kihelyezéséhez kapcsolatos engedélyek is megszülessenek. Illetőleg hát mindenkit, aki igazából ebben valamiféle döntéshozatali pozícióban van, vagy magát ezt az ügyet tudja segíteni, őt invitáljuk a városban, hogy valós helyszínként merüljünk fel a későbbiekben is mindenkinek a fejében. Hát ez nagyon jó. Ez menő. És akkor az úszoda Türik győztesnek, amiről beszéltünk? Nem, igazából a szobornak és ennek a dolognak az elhelyezésére főként a belvárosi rész volt az, ami Szandinak is tetszett, illetőleg van némi olyan zöld felületet, ez a fesztivál központos rész is, amit mutattam neki, vagy a másik része a városunknak, ami szintén a Csónakátútó, tehát több olyan helyszín tetszett, ami jobban alkalmas lehet adott esetben ennek. Az úszoda azért ez kiesik egy kicsit a városból, tehát ez nem annyira talán a megfelelő helyszín, sokkal inkább olyan kellene, amihez könnyen oda találni, akkor már benn vagy a városban, akkor már lehet mást is csinálni. Szóval úgy több oldalról próbáltuk ezt megközelíteni. Ez tök jó hangzik. És akkor a városon belül sincsen egy ilyen ellenállás, mint olyan képviselőtestület részéről? Nincs egy kemény maga, aki még mindig kardoskodik Tereza Orlovszkiért? Hát ugye két kérdés merült fel ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy ugye ez a miért éppen alakult, tehát hogy miért éppen Karinc Bartika típusú, a másik pedig az, hogy mennyi vagyok a polgármester? Hát persze, hát vannak azért, ahol egyszerűen le lehet tudni, hogy csak, de nem, hát nyilván nem, hanem hát én erre mindig azt mondtam, amivel nem akarok menni ilyen nagyon szentimentális, vagy nem tudom mi lenni, hogy ugye az úriember azért megtestesít valamit. Tehát ugye egyrészt nem csak egy kiváló sportember volt, hanem ugye színészként egy olyan életérzést közvetített folyamatosan ugye generációkon keresztül és generációknak, ami egyfajta vidámság, egy terű, egy hát jó érzés. Szeretni való volt az, persze, ami... nagyon szeretünk. Na most nem gondolnám, hogy most bármelyik városra most kis hazánkban ne férne rá azt, hogy ezt a típusú hangulatot belecsempészük a mindennapi életbe. Jó, tudom, hogy ment a családnak levél, hogy nekik ebbe bele kell egyezni, tehát, hogy még ilyen formális dolgok vannak. Így van, ez már megkérésre került ugye az engedélyezése, hát most várunk arra, hogy ez megszülessen. Nyilván ennek megvan a mega jogi része is, ami szintén ugye kezelésre került. Rendesen elmentél a Kazinc Bartika egyesre, és akkor feladtál a Pederzoli családnak a levelet? Nápoly! Ugyanakkor Terenc Hillnek is egy meghívót azonnal. Nem, ezt a művész intézi, tehát ő, mint aki ugye alkotó, engedélyt kér arra, hogy ugye az életnagyságú mű elkészítésre kerüljön, B pedig ugye, hogy valamilyen köztére ugye ez kihelyezésre kerül. És ami fontos ugye egy ilyen dolognál, aminél próbáltam azt is hangsúlyozni, hogy ez nem valami ellen van, tehát nem valami teret kell átnevezni, mert akkor ugye abban van ellenállás. Az mindig feszültséget kerül, persze. Így van, hanem meg kell találni azt a normális helyet, ahol alapvetően még egyszer mondom, ez a szép környezet kialakítható legyen, amit nyilván lehet utána és kell is bővíteni, mert ugye ez a mű azért nincs meg ripsz-ropsz. Tehát, hogyha meg is kapjuk az engedélyt, akkor is hát nagy valószínűséggel ennek az avatása azért a jövő évben várható. Jó, köszönjük, ott leszünk. Jó, hagyd ne keresd a szavakat. Hagyjad, semmi gond. Természetesen ott vagy. Hát én szurkolok nagyon nektek így. Hogy rádióval vagy rádió nélkül, az egy más kérdés, de magánemberként abszolút. Abszolút elfogott el az első sorban. Én közvetlen Terenc Hill mellett szeretném. Fehér lovon. Jó, na szóval zajlik a dolog, akkor nincs elengedve. Jó, ez nagyon jól hangzik. Okay. Odafigyelünk rá, és remélem, hogyha most ugye a következő dolog ebben az lesz, amikor megkapjuk a családtól, pontosabban a művész megkapja a családtól az engedélyt, és mindazok, mondom, akik ebben döntéshozatali
pozícióban vannak, ugye mind a művész, mind a adott esetben a rajongók, mind ugye a különböző olyan intézetek, amelyek ugye azért Olaszországgal szorosabb kapcsolatot tök ápolnak, azok azt mondják, hogy oké, akkor mehetem el. Jaj, a bronz meg van már? Biztos, hogy valahol egy kallódó Lenin fej, vagy valami itt nálad a traktáron. Igen, és félig lever Sztálin szobor, vagy valami. Épül az öntödei. Oké, Péter, hát akkor örülünk, hogy újra beszéltünk, és akkor, ha van fejlemény, már ez azért nem megy gyorsan, akkor újra értekezünk. Jó? Nagyon szépen köszönöm, szép napot nektek. Na, aztán ne tezzetek keményen, tessék visszafoglalni Máté Szalkától az első helyet. Dolgozunk, mondom, tehát itt most a kollégáimnak is ki van adva, meg úgy próbálom a városba is majd propagálni. Mondom, hogy itt sokan érkeznek a városba, hogy tessék szíves lenni az internetet aktívan használni. Vannak még itt szabad. Profi menedzser, vagy ha azt akarod, hogy a Color Fesztivált beszponzorálja a gatyán, akkor húzzatok bele. Igen. xxxq.com nagyon jó gyerek. Őrületes. Teljesen free. Ciao, köszönjük Péter. Hello. Szitka Péternek. Köszönjük szépen. Gazinc Barcika polgármesterének. Jól van, na akkor zajlik a szobor építés. Nagyon jó. Ott leszünk. Találkozhatunk Terence Hiller. Hát ha eljön. Szerintem biztos, hogy az menő. Az menő lenne. Magány lenne. Na, igen. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Hát mit hoztunk nem neked? Nem szendvicset, vagy micsodát, vagy egy jó rozéfröccs, mi lehet az csülök? De jól hangzik ez, de jól hangzik. Hát egyelőre még mi sem tudjuk, mert prototípus. Tesztelés alatt van. Ugye Ferenc néhány nappal ezelőtt elmondta, hogy hát előre menekülve kicsit. Nehogy esetleg mástól tudjuk nem, meg. Nem, tehát nekem még egyszer mondom. Értem, de azért mondtad el, hogy nem mástól tudjuk meg, azért azt inkább te vallottad hát be. Hát de nincs mitől félnem, hogyha más mondja el, mert hiszen, érted? Én na, de valamiért mégis bevallottad, tehát valami nyomasztó. Így van. Valamit el akartál mondani. Hogy közelebbőket újra dohányzik. Így van. Neked hatalmas felelősséged nem, van. Nem, kicsit visszacsúsztam. Nem dohányzom, csak kicsit. Aha. Visszacsúsztam. Értem. Tehát, hogy ez olyan, mint a megcsalás, meg a kicsit megcsalás közötti különbség. Igen. Csak kicsit csaltalak meg szívem. Igen. Vagy, igen, hogy, de, aha. Igen. De vagy, ez nem az. Igen. Vagy, hogy popsiba nem az. Így van. Igen. Tehát Lacival például nem cigizek még így. Csak kétszer, de mindig oda tettem, ahova nem való. És rád gondoltam. Na! Szóval, hogy elmondtad, hogy cigarettázol. És mi megbeszéltük Janival és a hallgatókkal, hogy ez büntetésért kiáll. Egyértelmű. Mm. Tehát igaz, hogy... Hát szarok rá, hogy ti mit gondolsz, tényleg. Igaz, hogy ugye ez decemberig szólt ez a fogadás, de ahogy elmondtam, Szent János bogárként világítottál te azoknak, akik ugye szintén letették a dohányzást, akik most gazda nélkül néznek előre, és már valószínűleg már megtanultak repülni. És megszavaztuk neked azt az elektromos kis nyakörvet, amivel megcsapatunk árammal, és úgy néz ki, hogy ez a nyakör megérkezett. Köszönjük szépen annak, aki átnézett. De rendesek vagytok. És esik lőrincem, baj van, igen, Jani. Sajnos, nem baj, majd valahogy túléljük. Igen. Az nagyon fontos, hogy esőben nem menjél ki ezzel a szerkezettel, mert duplán ráz. Igen. Nagyon helyesek voltak a dogwork, és ők küldték egyébként. Azt írja, hogy csak öntől függ, hogy használja, attól a módszertől függ, amelyet a kutya kiképzésére kíván használni. Úgyhogy ez kutyára alkalmas, nem emberre. Így van, ezért fogjuk ezt most föltenni rád. Így van. És amikor a Jani úgy érzi, vagy én úgy érzem, vagy egy hallgató küld egy adott jelet, hogy most egy kicsit csapassunk meg, akkor megcsapatunk árammal. Csak egy picit. De közben készültünk alternatív lehetőségekkel is, tök hogy jó. Egy-egy csapatást te kiválthatsz mással, és majd mondom a lehetőségeket, hogy miközül tudsz választani. Így van. Úgyhogy nagyon szépen megkérlek, hogy vedd föl ezt a nyakörvet. Nem rakom fel, legyetek a francba. Tehát nem fogom a nyakamra tenni, hülye teheted vagy. A vakkodra is, de ott sokkal vékonyabb a bőr. Azért, mert az kutyának szőre van, nekem aha. Nincs annyi na, szőr a nyakamon. Jó, ott azért egy kis nyakszőr, hát nem bátad annyira. Föl, de ja. Nem ide tesszük. És oldalra. Mit oldalra? Persze, hogy rögtön a izére menjen. Az ütőeredet csapasson. És dugd be a hálózati kábelt is, Laci, mert van egy komolyabb fokozatai. Egy villám, rövid, folyamatos impulzus. A véjelzés, folyamatos impulzus. Ez egyébként a kiképzés első lépése. Rövid impulzus. Ezzel a funkcióval lehet korrigálni a kutya viselkedését. Én a rövid impulzus mellett szavazok egyébként. Feri van egy a gyorsító. Napoli masztif mére. Hát gyerekek, Feri egy argentin dog. Figyeljetek már, két óriási tüske áll ki ebből a vacakból. Oda teszed, ahova akarod. Így van.
elmondom, mire használják, hogy póráz nélkül járjon, hogy megbízhatóan vissza lehessen hívni, aha, hozzám, gyere hozzám. Ezt hogy megszakítson valamilyen nem megfelelő tevékenységet, fúj, nem szabad, például, amikor megeszik valamit. Vagy éppen dohányzik. Hogy leszokjon az emberrel való mindennapi együttlés során felvett rossz szokásokról. Ha feltűnően sokat nyalogatja a tökét. Ne vegyen lételt az asztalról, ne ugorjon rá az emberre, ne tegye fel a mancsát, hagyja el a nem kívánatos ugatást. Aha. Vagy éppen ugye ne gyújtson rá. Azt mondja, hogy... De ez hogy... az a fajta stimuláló, amikor a kutyát meg akarod tanítani, hogy ne menjen így túl valamit, viszont ő már vinnyogva ott fekszik a lábaidnál, összegörnyedve az áramütéstől, te meg még mindig azt gondolod, hogy igen, majd visszajön, ugye? Az elektródának a kutyabőrével való ismételt érintkezése irritációt okozhat. Ha ez bekövetkezik, ne használja a nyakörvet, addig, amíg az irritáció meg minden nyomán nem tűnik, kérlek János, te leszel az irritáció felelős, figyeld az irritációt. Így van, jó? Így van. Kérlek. Te leszel egy irritátor. Használtunk majd egy kicsit az Ilcsi krémedből? Minden krém van az asztalon, úgyhogy használj. Na várjál, a rövid impulzusra van most állítva, vagy mire? Még egyelőre ne csapasd meg. Még nem kell. Hát, vegye föl. Hát várjál, azért, de mire van állítva? A folyamatos... Nézd! Ja. Aki galád módon, nem galád módon visszaszokik a cigarettára, és ezzel magára hagyja az akkor leszokottakat, az megérdemli az áramcsapást. Kéretik feltenni a nyakörvet nyakra. Tegyem ide! Mi ez? Mi az? Nem miért sem. Tegyem ide? Speciális tevékenységek és parancsok az üzleti, vadászati, sport vagy egyéb kiképzéses. Te most tekintsd úgy, hogy a vadászati kiképzést kapott fel. Van egy sor más tevékenység, alkalmazási mód, amit a készülék tulajdonosa hamarosan felfedez. A kutyával töltött nap együttélés során ezeket fogjuk mi együtt vele felfedezni. Tedd föl, légy szíves, a nyakadra ezt a nyakörvet. Nem teszem föl a nyakamra, hát az ember nem tesz a nyakára nyakörvet. Laci, ahogy láttam, a négyféle fokozat van rajta, van ugye rajta az Easy, a Medium és Hard, meg az SF a saját felelősségén. Nyugodtan azt is kipróbálhatjuk. Nem merem föltenni, hülye vagy, ez ráz. Előbb zsűlön. De na, gyere már zsűl. Ha biztosan kedvél. Na. Én felkészültem a csapatásra. Én is. Nálad is van egy én izé. Abszolút kész vagyok. Na ide, nem tudom, lábra járos, teszem. Ezzel, de én kész vagyok. Júli telefonát, hogy a nyakára ne tegyük, az nem lesz jó. Aha. Ezért kérlek, Feri, tedd fel a nyakadra. Jó, de Júli csak egy gyenge nő. Gyerekek, besötétedett. Közben. Be csak bizony. Mondom, hogy éjszakai jaj, sötétség jaj van Budapest felett, legalábbis itt az Üllői út felett. És Csabi meg nem jött. Eddig már este. Kicsit olyan, mint este vezetni. Gyerekek, én egy gyáva szar vagyok, én nem merem ezt föltenni. Hát akkor... Szombra? Á, nem már! Mi van? Ne izéljetek már! Na! De most mit sutyorogtok? Ja, semmit, nem, csak megkérdeztem, hogy itt van a Jani Gáspréje, mert akkor le akartalak fújni. Cserébe csak közben meg eszembe jutott, hogy... Az igaz, lehet, hogy ez a bovele van. Aha, az nem képzeld, jó, igen, meg vagyunk egy témával, aztán meg volt, csak 9 óra a Feri megvakult. Én félek ettől. Na! Ne félj, Feri. Laci, próbáld már ki egyet, hogy milyen. Na, Ferenc, legyél olyan bátor, mikor az első szál cigarettát, mint egy egyébként több ezer hallgatódat, aki veled együtt szokott le cserbehagyva, a velencei fröccsöd mellett először meggyújtottad, kélyesen letüdőzted, kifújtad a füstöt, és azt mondtad, üdvözöllek, ez hiányzott nekem, aha, újra visszataláltál hozzám, kis cigarettám. Lehetünk ennél demagógabb is, a ráktól nem félsz, ettől meg. Nem mentek. Ne légy, punci. Na, ne légy már, punci. Legyél. Legyél, punci. Nyomjál egyet. Borotválkozz meg. Tessék. Most mi hova tettem? A combomra. Meg se nyomtam. Most mit ordítasz? Azért nem a félek. Milyen egy punci ez? Komolyan mondom. Hát mekkora punci vagy? Nem vagyok punci, jó? Na, azt mondja, hogy egyes csapatás, kettes. Mi volt a két villámjel az, mi? Az a folyamatos. Ne a folyamatos már. Na, 5-6, nézd így, 6-7-8-9, én 10-esre felállítottam, nem tudom, mi ez a fokozatok ez. Vagy nem, 1-10-ig van. 1-10-ig, az jó lesz. Nem, még megy, 11-12-13-14, legyen 14? Jó, Jani, te mondtad, legyen 14. Egyessel kezdjük. Én nem tudom, mi az egyes. De mi van vissza fel fordított sorra, mert a 11-es a leggyengébb, és aztán az 1-es a leggyengébb. Egy ilyen arany középút, egy 8-as. Az jó, egy 8-as. 3 a magyar igazság, legyen 8-as. Hol van? A combomon. Mi van a combodon? Mi az, hogy mi van a combomon? Ez a vaca. Nem úgy értem, hanem hogy van-e rajtad farmer, van, nadrág, igen, van, jéger alsó. De az egy farmeron keresztül akarod megcsapatni? Igen. Én letettem a távirányítót, én eddig nem csapatok. Hát ez egy punci. Hát mi hova tegyem? Hát húzd fel a nadrágodat és tedd vele legalább a bőrödre. Föl, nem. Egy kordbársony farmer nadrágon nem keresztül. Nem kordbársony, ez egy rendes farmerodrág, a kutyának is van szőre. Hát neked ott a bőröd. De neki is van bőre és szőre.
Érdekes, én ott lakom Velence közelében, amikor rágyújtott, nem hallottam ezt a kiabálást, csak egy ilyen kélyes füstkifújást láttam. Füstölt valami, mondom, biztos rágyújtott a Feri. Nem lesz semmi bajom. Elcívom ezt az egy száz cigarettát. Tessék? Nem, nem, nem nyomok rá, Janira, nem olyan gyújtott rá. Ne légy, punci, ne légy, punci. Itt van rajta. Na, tessék? A nadrágom. Egyet legalább, hát próbáljunk. Akkor a karodra. Így hiszem el, hogy a bélelt korbásony nadrágom. Nekem mindegy. Na, hát akkor nem mindegy, hogy a kordnadrágom vagy a kordozakom? Hát ez, akkor farmeron keresztül nincsen semmi. Na jó, add ide és rázassál meg engem. Már égett a, már égett a piros. Az meg ki, megnyomtam. Megnyomtam. Na, tedd a karodra akkor. Jó, mondom, hogy mivel tudod kiváltani. Jó? Nem, hány csapatást beszéltünk meg? Váratlanul megbeszéltünk. Nem határoztunk meg számot. Nem zártátok le magatok elől az ajtót. Azt mondja, hogy várjál, azt mondja, ekkor esőben zárlatosak lesztek. Nyomd meg azt a rohadt gombot, Bali. Gyerekek, én megnyomnám, nem teszi föl. De ne próbált, én vettem a kutyámnak, magamon kipróbáltam. Teljesen hülyét kaptam tőle. Nem fáj egyébként. Aha. Jó. Tényleg ezt írt a hallgató? Csapassuk meg Ferit. De megcsapatnánk, de nem teszi föl. Akkor nézzük meg a leggyengébbel. Tegyük a leggyengébbre. De tényleg, hát kezdjük már, most fölteszed a 15-ösre, azt itt halok meg. Egyesen vagy. A leggyengébbre, de nadrágra nem ér, mert annak sem ér. Sem értelme. Tedd fel a kezedre, a combodra, a makkodra, nekem mindegy. Tényleg a leggyengébbel. Á, nem áll a kezemre. Annyira puncis vagy, hogy az alfádat lecserélheted Renault-ra, írja valaki. Így valós eszére. Na, gyerünk, egyet, csapas! Ha ez megcsapatás, egy csapatáson túl vagyunk. Te jössz, János, a vendégem vagy a második. Ez volt a legjobb. Nem, azért föltettem ötösre a biztonság kedvéért. Nem áll. Jó, bocsánat, nem tudtam, elnyájultam. Normális. Bocs, jó, azt hittem egyesen vagyunk. Még nincs még bejáratos. Ó, ne haragudj, azt hittem egyesen vagyunk, bosszú lenne, már kemis bár rossz a szemem. Oké, figyelj. Tiéd a második. Várjál. De akkor csináljuk azt, hogy legyen valami, tehát beszéljünk valami más témáról. Jó, beszéljünk más témáról. Mondd el, mit éreztél akkor, amikor hosszú idő után először a kezedbe vetted a cigarettát, ott ültél Velencén, csiripeltek a madarak. Csak azt nézem, hogy melyik gomb az. Szemét állat! Jani! Nem áll! Jó, akkor ott nyomtam meg. Jó, szóval, tehát ott éppen egy kérdésben voltam, János. Kérlek, ne zavarjál meg a kérdés közben. Jó, most jön majd az egy nyomásom. Ez csak a próba nem volt. Nem ér, add vissza, add át zsűrnek, vagy nem tudom. Nagyon rendben van. Szóval mit éreztél akkor? Mit érzett a bűnös, amikor letüdőzte? Mert ez úgy volt, hogy csak egyetlen egyet. Tehát, hogy egy szombat körülménynek, csak mondja, hogy egy gyönyörű májusi este, amikor fröccsöt fogyasztottunk, mondtam, hogy én már eléggé bátor vagyok ahhoz, hogy egy szál cigit elszívjak, hiszen már több mint fél éve nem dohányzom, és akkor, hogy egyet elszívunk, és másnap már nem fogok rágyújtani. Éppen akartam javasolni az esküdcéknek, hogy hozza meg az ítéletet. Kértem volna az esküdcéket, hozza meg az ítéletet, és vonuljon vissza egy kicsit, de meghozza az ítéletet. Éreztem még, hogy egy picit odafigyel, és utána... És az, na, és hogy egyet elszívok, mert hiszen én nekem már ugye védettségem van, tehát én már holnap nem fogok rágyújtani, mondtam ezt szombaton, hogy egyet el lehet szívni, és mindenki mondta, hogy ne legyél hülye, mert olyan szépen tartod magad. Hogy ne csináld, ez az! Nem, csak jól láttam, rákönnyököltél véletlenül. De most az a baj, hogy annyira érdekenyek ezek a gombok. Én nem tudom, hogy tényleg. Tehát olyan szépen tartom magam, ez volt. Nem már, Jani, ez már a harmadik, vagy negyedik lesz. Nem már. Na, szóval szépen tartom magam, és amikor tartom magam... De várjál, különböző... Ne, ez úgy van, ez a harmadik, vagy negyedik... Minden fokozaton csak egyet nyomok. De ne nyomjál. Ne tedd följebb, nagyon rossz. És akkor az... Nem volt semmi. Tudom, hogy nem volt. Le is teszem, komolyan mondom. Jó, tedd le. Jó. Jaj, bocsánat. Mondom, marha érzékenyek ezek a gombok, ez valami szenzoros lehet, vagy nem tudom, érintő kapcsolat. Hú, de érzékeny. Ne nyújj hozzá. Hú, gyerekek, közbenként egyébként Armageddon van. Jó, a hírek után elmondom, hogy a további áramcsapatásokat egyébként mivel tudod kiváltani. Nincs további áramcsapatás, ennyi volt. Mi készültünk még neked egy-két érdekességgel, finomsággal, csak hogy ne érezz azt, hogy 10-ig bármikor rendeltetésszerűen teljesen váratlanul megcsapatunk, ezért választhatsz, hogy mivel tudod ezt még kiváltani. Aha. 9-ig, jó? Tehát 9-ig, nincs 10-ig, 9-ig. Kompromisszumkész vagyok ma reggel. Amikor ilyen rossz idő van, én Dulapest felett, akkor én tudok kompromisszumot kötni. Most nehogy letölts valami alkalmazást, hogy a telefonodról is tudod vezérelni ezt a szart. Nem, azt néztem meg, hogy hol van tuning.
hogy lenyomni egy újabbat. Köszi. Na jó, Ákos elmondja a híreket, nem tudom, kinéztetek, hogy ott mi van közben? Elképesztő. Én ebbe ki is megyek. És csak mondom, hogy egyébként a Viber-re megküldött a Csabi egy olyan képet, hogy mennek le éppen mezőtúrra két hostess lánya. És ragyogó, süt, napsütés van, és ott mosolyog mellettük. Hát megmondta Attila is a viharvadász, szupercella ideértő, amíg délután egy órát mondott, picit hamarabb érti, de felgyorsult ez a szupercella. Fordítva volt a kezében a műszer. Itt vagyunk, és hát zajlik az, amit az esküdtszék eldöntött, amit a bíróság megítélt. Egyszerűen nem lesz. Nem lehet mit csinálni. Jó, de nem érzem a kezem. Tehát, hogy az, vagy a hallgatóink is, mint egyfajta esküdtszék, nyugodtan írjanak, hogy mikor, hogy büntessük-e még, hogy meddig tartson, hogy most, hogy legyen egy csapatás. Na, a hallgatókat erre ne kérd meg, mert... Egyszerűen nincs más megoldásunk, mint hogy lehetőségünk, mint hogy megtololjuk ezt a fajta, hát hogy is mondjam... Bűnösek vagyunk, mint nikotinos bűnösöknek, a bűnösöknek meg kell bűnhődniük. És egyébként csak, hogy lássátok, érezzétek, tudjátok, hogy mi sem vagyunk nyulak, még nem akarunk semmi olyan dolgot a felére ráerőltetni, amit mi nem próbáltunk ki. Kimentem a folyosóra, és egyes fokozaton kipróbáltam, aztán Zsűr visszahúzott a stúdióba. Összerántja az izmodat, a zsibbad a karom, ne csináljátok már. Igen. Ne legyetek enyák, legalább bevallott, hogy mit tett, ezt kellene értékelni. Abszolút értékeljük, ezért van csak 10-esen a távirányító, és nem 13-asan. Nem nyúltam hozzá. Feri, veled vagy Gyulán csodálatos napsütéssel egyébként. Kit érdekelnek a hírek? Csapassátok a füstöst! Na, de mondtam, hogy készültünk egy-két lehetőséggel, hogy mivel tudod ezt kiváltani, és arra gondoltunk, hogy ha azt mondod, hogy elég a csapatásból, akkor előveszünk egy 680-as sorozatszámra hallgatható Airsoft fegyvert, és akkor ki kell bírnod ezzel, hogy lából lövünk. És itt van János nálam. Így van, ezzel játszanak a gyerekek mindenfelé a játszótereken, tehát ebből igazából nagy probléma nem lehet. Szerintem az se igazából vészjósló, hogy azt mondta az illető, akitől kaptuk, nagyon szépen köszönjük neki, hogy a gerincet nem töri el, de azért ésszel. Nem már. Ne, figyelj, ez több száz méterre visz egy ilyen. Ideálisd az első pöcökre, vigyázz, ha lenyomod a kapcsolót, a fegyver már éles. Fejre ne. Tényleg ne. Tehát te 10 csapatás az egy vádlin lövés. Így van. Tehát ezt ki tudod váltani. Ez egy gumilövedéket lő ki, airsoft, tehát ez egyébként gumilövedéket műanyag. Lő ki. Műanyag, vagy műanyag lövedéket. Jó, akkor mondtam, hogy jó, nagyon puha műanyag, majdnem gumi. Majdnem gumi puhaságú. Egy műanyag golyót lő bele a sejhajomba. Az is jó. Ne vádlira lőjünk már. Jó, nadrágon át sejhajom. Bocsánat, ne haragudj, elnézést, csak láttam pont, hogy... Te szemét állat, te utolsó szadista görény! Nem, hát, jött egy hallgató, hogy adjál neki, Bali, most küld meg, hát gondoltam, jó? Nem, Feri, ne érts félre, csak kint villámlott, és megírt a Bali. Tudod, hogy félek a vihartól. Ja, Istenem! Normális, mert arról beszélünk, hogy mivel lehet kiváltani, és akkor te megnyomod ezt. Kire megijedtem a vihartól, hát villámlott basszus. Meg hát, hogy írja egy hallgató, 3-4-9 Már gyerekek, ne, tényleg most arról, hogy... Nem, tényleg nem. Megeszel egy kanálfahéjat. Igen. Így van. Airsoft fegyverrel lövünk meg, vagy további csapatásoknak adod át a kis testedet. Kanálfahéj. Egy kanálfahéj. Igen. Hát... De jó, de az csak az élvezet kedvéért. Az igen. Az csak úgy. Miért? De akkor vége? Tessék, akkor vége? Egy kanálfahéj. Ah. Egy kanálfahéj. Nem, jó, milyen egy kanálfahéj? Van fahéjunk? De miért az? Milyen a fahéj? Az de semmi, na, semmi az finom, hát ettél már tényleg semmi nem van nincs. Te egyszer ettél a műsorodban. Nem, az nem az volt. Nem fahéjat ettem. De fogalma ettél. Sincs, egy kanál fahéj. Hozol egy nagy kanalat? Nem, kis kanál. Az nem kanál, ez basszus, az egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen kabala kanál, nem is igazi. Kell lennie. Keres valami nagyobbat, Feri, légy. Nem nyúltam hozzá, nem van a távirányító, nem nyúltam hozzá. Csak ránéztem a távirányítóra. Jó, semmi. Ne legyél punci. Nem vagyok punci. Egy fél órája már nem érzem a kezemet, ne szórakozzatok. És ott már. Utána jön egy pici dorgálás a popsira. Jó? De tényleg csak így. Aljasak vagytok. Meséld el nekem, mit éreztél a második cigaretta elszívásánál? Egy kicsi bűn. Hol történt? Mert ugye a másodikat is még megjegyzi az ember, hogy ú, basszus, ebből baj lehet, ez már a második. Igen. Az első kettő megvan, a harmadikat már elfed. Hol voltál, hogy gyújtottál rá, milyen volt? Ugyanott, még ugyanabban a buliban.
Ezt most nem mondod komolyan, Feri. Ez durva ne, volt. Ne, meg ne fogjam ne, én azt a távirányítót. Hát most őszintén ne, elmondom, meg. Hogy mi van. Ne nyomd már meg, meg csak de most tényleg ne. Hát most őszintén elmondom, hogy mi van, és akkor te meg itt még szatizol. Ugyanebben a buliban. Igen, mert azt éreztem, hogy az első tök jó volt, úgy, mint hogyha most nem is hagytam volna abba, és mondtam, hogy hát akkor nyilván ugye még egyet ráküldünk, ne legyen belőle semmi probléma. És akkor így. Ez Airsoft ér kiált. Ez Airsoft ér kiált. Én is azt gondolom, hogy Ferinek be kéne állni emiatt a sarokba. Ferenc, légy szíves, fáradj a sarokba. Nem áll, ne. Hát figyelj, ez több száz méterre visz ez a szar. De? Hát, hogy visz több száz méterre? Ez egy kicsi stúdió. Felőle mehet 50 méterre. Futhatok mi? Viszonylag jól lök célba. Nézd meg, hogy élvezi a szemét. Légy szíves. Légy szíves, állj a sarokhoz, Ferenc. Aha. Forog a videó az instás kis közösségünknek. Tedd meg, hogy odaállsz a sarokba. Felhúzod. Állj be a Zsül mellé, akkor. Felhúzod a nadrágodat. Egyeső, nem jó, húzom fel a nadrágomat, hogy... nadrágom. Akkor csak fordulj, akkor csak fordulj. Ide áll, és ne a sorozatlövés. Szóval van rajta sorozatlövés, és ez jó, ez tetszik. Jó? Oké. Oké, mehet akkor, igen. Fordulj meg. Fordulj meg. Vagy oda álljál be a sarokba legalább. Nem, állj te oda be, és akkor ott könnyen eltalálunk. Nem, mert akkor nem tudok elmenekülni. Hát te elmenekülj, ne fussál, nem vagy te őzgida. Álljál, Feri becsukta az ajtót. János pedig, mint egy igazi üveget. Nem viszi ki az üveget, azért csukd be a szemed. Milyen üveget? Nincs hát itt az üveg. Mögöttem üveg van. Üvegsegged? Igen, van az nem, üveg, csont meg az üvegsegg. Foksi, fordulj meg szépen. Na. Nem áll, ne. De előbb célozd be, tehát gyerekek. Úgy, hogy be legyen célozva. Én próbál a mocskos migráns. Ciao, Rita. Oda állj be, ahol a Laci van. Hát ez közel van, gyerekek, 5 méter. Oké. Okay. Jó, várjál. Oké, okay, következik. Jó. Nem áll, Jani! Forduljál, várjál, fordulj, még ne lőj, ne lőj. Jó, szembecsuk mindenkinek. Mehet, mehet. Mi van? Soha többet nem fogsz rágyújtani. Én lemaradtam erről, elsütöttem, hogy mi történt? Jelen legyél fegyverbarátom. Mit éreztél a negyedik cigarettáztatásra? Tehátok, hogy azt mondtátok, hogy egy lövés ez és igaz, vége. Ez viszont ki van váltva. Ez kiváltott ezzel 5 csapatás, már csak 50 csapatás maradt. Tehát... Várjál. Szemét dög. Te figyelj, te egy rohadék szadista vagy. Figyelj, ha már be van tárazva. Érted, annyit dolgoztak vele, amikor ezt 30 kulót beletolták. Komolyan, hát ha már ennyi, tényleg, azért tiszteljük meg őket, akik adták ezt a fegyvert, nem? Így van, egy sorozat lövéssel. Mi vagy, Jóni akarsz, miért vagy térben? Na, és akkor fogjuk ezt a kis kanalat, már is teszem nincs, rá a fahéjét. Nincs fahéj. Egy jóféle kanálfahéj. Még 10 csapatást ki tudsz elváltani. Vagy egy fahéj, ami én azt választám, vagy még 10 csapatás. De én a fahéjat még utoljára megkoronáznám ezzel, és akkor megvagyunk. Szerintem igen. De nem én ettem fahéjat, szerintem jó. Aha. Kell az a kanál? Nem tudjuk rögtön az acskóba az arcába. Vagy. Jó, 9 után fahéj. 9 után. Ez jó, picit pihenjél akkor rá. Így van, így van. Feri, kiabálnod kellett volna, hogy szabadság így egy hallgatók. Tipikus, mindig a pufi szemüveget szivatják. Igen, egyébként tényleg. Vagy ez apró kicsi. Igen, és a jó kép mindig röhög. Ő mindig a jó oldalon van. Max 60 méterre visz, lőjétek nyugodtan, így egy hallgatók. Webkamera van. Van egy csomó videó erről, Instagramra tessék csatlakozni, jó? Így van. Az Instagramunkon már egyébként 124 ezeren vagyunk, de készült videó erről is, úgyhogy lesz nem sokára videó, ha föl tudom tenni. Most már legalább tudjátok ott a Velencei tó környékén, hogy Feri nem annyira sportos, nem azért teker kiállva a nyereg 30 kilométeren keresztül. Nem bír ülni. Nem is az a baj, nem is a baj, illetve nem tudom, hogy baj-e, de ahogy a fenekem aláment, tehát így a comb meg a... Nem is találtam el a fenekedet. Hát pedig volt mit eltalálni, hogy pont a comb és a fenék közé ott a kis lágy rész. Á, de már szemem nem a régi. Igen, írják, hogy kemény vagy, Feri, ülni egy ideig nem fogsz tudni, de valójában, valóban, igen. Más ezért fizet a reumatológián. Jönnek azért együttérző esemesek, és ne bántsátok szegény Ferit, ha akarhatsz igizen az üvegessége. Persze, hát ezt egyszer mi nem mondtuk. Hát, nem, hát, abszolút. Hát, érte, tényleg, abszolút barátságos emberek vagyok, kollegialitás is van bennünk, ezért is gondolom azt, hogy most a másik oldal is kéne, hogy ne legyen fél oldalas. Igen. Levette az övet közben azt hiszem, bizony, levette az övet. Most az a baj, hogy még egyszer meggyullad, vagy megnyomod, meggyullad az asztal. Látom, hogy ízik alatta.
Na. Na, jobb karom nincs, és a jobb lábam. Tedd át a balra. Mutatjuk. Hát te barát vagy. Mutatjuk akkor a beugrott, jó? Közben addig felépjen egy kicsit, hogy mit kell kitalálni. Figyeljetek. Ajajajajajaj. Ez gyors volt, ezt megmutathatjuk még egyszer. Hát nekem ebben egy semmi nincs meg. Ez most valami régebbi, nehéz? Uh-huh. Ez egy kicsit már könnyebbekhez voltam hozzászokva itt az utóbbi pár hétben. Ezek már az újonnan behúzott zenék? Nem tudom. Csak még egyszer nektek. Ez a frissítés. Csak még egyszer nektek, jó? Háromszor tényleg majd ilyen nap, ha már ilyen rossz idő van. Na jó, hát próbáljátok kitalálni, jó? Kettő darab dalcím, kettő darab előadó. Hogy mit hallottunk. Na, hogy vagy? Nagyon jó. Minden oké? Okay? Jól, aha, persze. Kitaláljak nektek valamit ezt. Semmi gond nincsen. Már jelezték egyébként, ha hozzák a nagyobb kaliberű fegyvert. Egy Gepard mesterlövész puskát szintén Airsoft változat. Igen. De közben azért hidd, hogy nekem sincs kemény, vagy nekem sincs könnyű dolgom közben, mert hogy hát egy hogy... csomó mindenre oda kell figyelni. Egy csomó mindenre oda kell figyelni, hogy közben Emese, Klau, Gyöngyi, Ildikó, Éva, Marian küldtek brutálisan sok szendvicset, mert reggel mondtam, hogy éhes vagyok, már kaptam pizzát, tehát hogy ők egy ilyen szendvicskészítő cégből közben küldtek egy csomó szendvicset. És senkit nem bánthatsz meg azzal, hogy nem eszel belőle. Hát komolyan mondom, milyen világ ez, nem? Yeah. Úgyhogy nagyon drágák vagytok, csajok, köszönjük szépen. De ők egy ilyen előre elkészített szendvicses bárból összeválogattak néhányat, és elküldték. És rá is van írva, hogy Ferinek ne, ugye? Tessék? Hogy Ferinek ne. De volt azt, hogy kisatíroztam, hogy ne lásd, igen. Nem, mondjuk elvittem át, mert hazaviszem az egészet a családnak. Ma is megvan az ebéd, és a vacsi is. Mondtál valamit? Hogy lehetsz ilyen rohadék? Nem, már azt mondtad, hogy kiváltod. Nem azt mondtad, Gyula, hogy ki van kapcsolva? Én meg azt hittem, hogy az a légkondinak a távirányítás. De rohadékok vagytok. Azt mondtátok, az Airsofttal kiváltom az egészet. Ez igaz. Jöttök a izével. Jó, bocsánat, nem, tényleg azt hittem, hogy leverült az elem, a Laci azt mondta. Na, elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni. És tárazni. És tárazni, vagy még lehet, hogy egy picit zenélünk. Jó, addig mindenki élje túl a vihart. Mikor megy ma ez el? Van erről információja valakinek? Hogy ma egész nap ilyen rossz idő lesz? Elég sok szabadtéri dolgom lett volna. Uh-huh. Van erről infotok? Vagy ez csak így átmegy, és mit egy óra múlva süt a nap? Olvasta valaki? Lehet volna szalatéri sütögetés? Ma, hétköznap, nem. Ne, hát csak azért kérdezem, mert akkor hozattunk volna helyette valamit. Valahonnan így. Igen, félig megsült bárány. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Bari, most már hívjátok Légasit, mert ki kell szállnunk a kocsiból, pisilnünk kell, még nem reggeliszünk, de szeretnénk meghaladni, mit mond a Karcsi Lilla. Lilla! Hát ez mi a hallgatókért vagyunk, nyitott, és a hallgatókat szolgáljuk. Ha te most szeretnéd őt hallani, akkor azonnal felhívjuk. Még lehet volna egy-két perc, meg egy-két közlekedés, de mi azt csináljuk, amit ti mondtok. Értetek vagyunk. Úgyhogy hívjuk Rékasi Karcit azonnal, hogy egy picit utána járjunk, mi a helyzet vele. Mondjon nekünk valami biztatót vele kapcsolatban, nagyon sok mindent lehetett hallani. Hogy lassabban gyógyul, hogy húsevő baktérium támadta meg az ő szervezetét, hogy allergiás a sebkötözőre, hogy a teste kivetette azt a fémdarabot, amit beültettek a combcsontjához, amivel pótoltak igazából. De ezeket a híreket általában nem az orvosi közlönyben olvassuk, hanem bulvárlapokban, úgyhogy szeretnék utána járni, hogy mi az igaz. Igen, és hát nyilván valami minimális valóság alapja lehet a híreknek, de hát az ember, amit a bulvárban olvas, azért az úgy kezeli, hogy oké, na, akkor milyen jó lenne, ha tudnánk az eredeti forrástól is hallani, de nyilván az ember kórházban van, beteg, épül, akkor mi azért abban a szellemben készítünk műsort, hogy nem erőltetjük rá magunkat senkire, és nem hívogatjuk napot, hogy nyilatkozz már nekünk. De most úgy gondoltuk, hogy talán lehet, hogy érdemes lenne újra megszólaltatni, nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, és régen volt a műsorban, amikor úgy váltunk el, hogy szinte majdnem minden rendben. Na, igen, pont és azért aztán... érdekes, hogy ezek a hírek így jönnek folyamatosan, mert igen. Én nem is tudom, mikor volt a baleset, de amikor mi beszéltünk vele, akkor egy ilyen nagyon pozitív beszélgetés volt, azt mondta Rékas, hogy még egy kis idő, de ő most már fut szalad csillágya a dolgait. Most. Igen, és akkor olyan jónak tűnt minden. Igen. Mert ilyen a mentalitás az embernek, tényleg ez a falon is átmegy kategória. Na gyorsan fejjük, mert Lilla bepisil a kocsiban. Jó, tartsd még egy picit szoris, Lilla. Itt van Rékasi Karcsi velünk. Hello, jó reggelt kívánunk. Szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Sziasztok, és minden korán kelőt üdvözlök. Nagy gyönyörű, szép napunk lesz. Süt ránk a napocska, és minden jó lesz. Hello, hát ezer éve nem beszéltünk, és komolyan mondom, nagyon örülök neked. Tényleg, valahogy jobb kedvem lesz, amikor meghallom a hangodat. Na, hát annyi mindent olvastunk itt az utóbbi 3-4 hónapban, mióta nem beszéltünk, hogy nem is tudom, hol kezdjük. Hogy vagy? Ez a legfontosabb. Nagyon sok mindent olvastatok rólam. Igen, hát figyelj, 3 naponta megjelenik valami.
Igen, akkor most a csúnya végével kezdem, de hát mindenki a saját maga szerencsétlenségének a tolmácsa, vagy kolcsa, vagy nem is tudom. Szóval őket annak rendje módja szerint, bár olyan csúnya ilyen napsütés és reggelen ilyet mondani, de hát kibízták maguknak. Szóval mindenki, aki hülyeséget írogat rólam, pláne az egészségi állapotomról, vagy legalábbis butaságot, őket föl is jelentettük. De... ez a péntek reggel, mint a magamat hallanám. Perej. Beperelted őket tényleg, vagy akarod? Vagy nem, már zajlik. Mindenki, hogy ne, igen. Tök igazad van. Nézd, alig van hátra 50 évem az életből, azt nem lehet csak úgy elpacsolni. Jó fej. Ne, nagyon igazad van, figyelj, mindenféle tét nélkül, következmény nélkül, egyébként tényleg azt írnak, amiről akarnak, se törvényi szabályozás, se komoly szankció, semmi, majd valahol lehozzák helyreigazításba 3 hónappal később 2 mondatba alul, amit nem látsz. Tehát meg kell őket fingatni, tök igazad van. Abszolút egyetértek ezzel. Jó, de nem biztos, hogy bántani kéne egymást, én azt gondolom, hogy venni kéne egy picike fáradtságot, és tényleg nem azzal törődni, hogy tök mindegy, hogy miről csak beszéljünk hosszan, írjunk tele oldalakat, egy kicsikét sózzuk meg, még fűszerezzük, hogy legyen még érdekesebb, hogy a baktérium teljesen megeszi a régot, hogy ez milyen jól néz ki, figyelj, akkor ezt jelentessük meg. De ez akkora oltári hülyeség, és nem gondolnak bele, hogy mit okoznak egy másik embernek. De spondját rá, föl vannak jelentve, és kény. Én szeretem. Erre most nem is számítok. Amikor Ethan Hunt ilyen kemény. Na, oké, akkor tisztázzuk, hogy vagy valójában, mert tényleg mi is azért szűrve olvassuk ezeket az információkat. Te most jelen pillanatban otthon, vagy újra kórházban, mi a helyzet? Ki is bejárkálok, volt, aki azt mondta, hogy télen azért járkálsz a kórházba, hogy ne kelljen gázszámlát fizetned otthon. És... most erre, hogy már nyáron is jártam be a kórházba, erre nehezen tudott bármilyen magyarázatot ráhúzni, viszont kitalált, hogy akkor nem kell a légkondival az áramot fogyasztanom. Köszönöm szépen, ez nagyon klasszul, intézte el magában a gondolataiban. Szászónak is egy a vége, tényleg kivel járkálok a kórházba, bár tegnap kiengedtek, ez egy óriási nagy érzés nekem, nagyon-nagyon jó eredményekkel, CRP érték az minimális, tehát gyulladás az szinte zéro, a vesék tökéletesen működik, és ami a mindenek teteje, a röntgen is végre olyat mutatott, aminek tudhatunk örülni, a kaluszképződés, a csontképződés megindult, stabilan tartja magát, és sikerült kipusztítani, ugye gyorsan lekopogom, 1, 2, 3, sikerült kiradírozni ezt a csúnya baktériumot onnan, szóval most működünk, és piszkosul jól érzem magam, és nagyon-nagyon-nagyon tetszik minden. Egy valamit nem követek el, hogy én nem kérdezgetem a főorvos urat arról, akinek tényleg rengeteget köszönhetek, mert ha valaki engem ismert a régi életemből, akkor pontosan tudja, hogy mennyit szerettem melúzni, és engem azt tartott életben, az adott újabb lendületet, hogy nem kérdezgetem, hogy és mikor dolgozhatom, és nem. A produceremnek, a stúdióból, valamint a József Attila Színház igazgatójának, Nemcsák Károlynak átadtam azt, hogy ők kérdezősködjenek, és amikor hívást kapok, akkor megyek dolgozni, mert addig meg az a dolgom, hogy betartva az orvosi utasításokat, meggyógyuljak. Ez egy nagy változás, tényleg azért, ahhoz képest, ahogy amikor beszéltünk az elején, ugye, mert az ember ezt nyilván sürgeti, meg szeretne, meg minél előbb, de hát aztán nincs más, mint ezt a helyzetet elfogadni, és akkor viszont talán a gyógyulás is előbb elindul. Ha az ember erőlteti, akkor önmagával szembe megy, hát vagy önmaga ellen megy. És reméljük, hogy a színigazgató nem a bulvárlapokból próbál meg informálódni. Nem, nincs jól, akkor nem vagy jó kalesz. Figyelj, ebből a húsevő baktériumból, ha már te is említetted, ebből mi volt az igaz? Mert ezt is lehetett olvasni, valóban volt valami minimális alvalóság alapja, megtörtént, nem történt, mi az igaz ebből? Nagyon sokféle család, baktérium család létezik. Köszönöm szépen, meglátogatott engem, és hosszú időre be is költözött az MRSA baktérium, de tényleg hosszan tartok, több héten át tartó kezelés után sikerült őt kitakarítani onnan, most már bízom benne, hogy véglegesen. Igen, az interneten lehet mindenféle butaságokat össze-vissza olvasgatni, hogy ami MRSA, az már húsevő is, és a többi. Egy picikét, ha utána néznek, és például tegnap megjelent egy heti magazin, és abban nagyon végre valaki komolyan vette
a feladatát, a munkáját, és a közönség elé, az olvasók elé tárta, hogy micsoda is ez a baktérium. Tehát hála jó Istennek, ez kifüstölődött onnan, és kész, és vége van. De nagyon tetszett, amikor és mondta a főorvos úr is, hogy hát hallom, hogy eszi magába, egyre beljebb magát a baktérium. Igen, hát ezt ugyan, nem láttam, már az egyik bulvárlap ugye már lábamputációt vizionált, mert olyan szörnyűségeket írnak tényleg, hogy 3 darabbal többet adjanak át, a saját anyjukat eladnák tulajdonképpen, de elképesztő. Ez azért bosszantó, mert ugye túl sok jó kedvet nem derítenek, nem keltenek abban az emberben, aki bent ül, vagy fekszik, vagy bármit csinál a kórházban. Ami azért egy picikét lehangoló környezet, nem is a környezet, hanem az állapot. Mert a környezet az úgy fantasztikus, ahogy lehet az emberektől. Nem a kórházi ágytól, mert úgy fáj a hátam, ahogy a nagykönyvben van írva. Ez most egy óriási alvás volt, mert 3 hét után ott aludtam először itthon. De az emberek, hallatlan a nővérektől kezdve az orvosokig, káprázatos, ahogy odafigyelnek rád, és segítenek, és megpróbálnak kirángatni a szmöréből. Mert egyszer én is elsüllyedtem egy kicsikét, akkor úgy tűnt, hogy föl is adom. De akkor is megjelentek egymás után, beszéltek velem, ott voltak. Nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Nagyon-nagyon jó dolog. Egyrészt hozzáértő, másrészt meg hallatlan nagy empátiával bíró emberek között lenni. Hát ők nagyon, igen, szóval minden egészségügyben dolgozó előtt le a kalappal, mert ilyen körülmények között, ilyen fizetésekért, ilyen alázattal, ember szeretettel dolgozni, hát nem is tudom, hogy van-e még egy ilyen ország, ahol ennyire megbecsületlenül kell nekik azért a mindennapokat eltölteni, egzisztenciálisan, mindenféle más támogatás nélkül. Szóval szörnyű az ember. Nem akarnak még egy Tom Cruise filmet látni nélkül ez. Lehet, hogy ez motiválta őket. Most mi a terv egyébként? Behúzol még valami újabb érdekességet, vagy most már ez a tényleges gyógyulás? Mert ugye amikor beszéltünk egy fél évvel ezelőtt, akkor ilyen tök pozitívan ott álltál, mindjárt kész vagyok, gyerekek, megyek vissza melózni. Tehát van újabb terv, vagy most akkor már kifelé mész belőle? Nézem, lapozgatom, hogy mi jöhet még szemben, mert tényleg mi jöhetett, az nekem valóban jött, legyen akár baktérium, vagy bármicsoda, vagy egyszerűen szétcsúsztak a mankóim, és akkor megcsavarodott a vasalábamban. Tehát tényleg, ami jöhetett, az jött. Most már úgy nézem a listát, és nagyjából mindenki vagyok pipálva. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy meggyógyulok, de komolyra fordítva, éppen tegnap beszéltem a párommal, Gerdával, hogy ő mondta, hogy na most már bízunk benne, hogy nem kell visszamenni csak kontrollokra a kórházba. És mondtam neki, hogy ám de ha mégis vissza kell feküdnöm, akkor azt is tudomásul vesszük. Nem lázongunk ellene, nem lázadozunk ellene, hiszen hozzáértő emberek, hozzáértő és segítőkész, hallatlanul segítőkész emberek az orvosaim utasítására, javaslatára teszem. Tehát nem lázadozunk ellene. Tehát akkor ez egy nagy változás a te életedben, mentálisan leginkább, nem? Tehát ez egy különböző stádium, amin az ember átmegy, hogy lázad, miért pont én, elutasít, majd beletörődik, és utána már felépül, hát megvannak ezek az úgynevezett szakaszok. Mint akár egy válásnál, egy gyásznál, egy halálesetnél, és akkor most te úgy látszik, hogy ebben a szakaszban vagy, ami egy nagyon jó szakasz, hogy már nem tiltakozol, hanem elfogadod, és azt nézed, hogy akkor tegyünk meg mindent, hogy ez a dolog ez rendbe jön, és meggyógyuljál. Természetesen tele van tervekkel az ember, és vágyja azt az állapotot, amit régen élt, hogy éljen olyan jól, mint régen élt. Nekem a sok munka jelentette szakmailag a jó életet, vagy még annál is többet, jobbat. Ja, tényleg, egy fontos elhatározás, hogy ugye én a balettest napján, reggel én ott voltam nálatok a stúdióban. Igen. Majd elmentem forgatni, valaki nem nézett bele a visszapillantó tükörbe, ahogy hazafelé tartottam, és történt egy kis balettest. Igen. És azért jártam motorral, mert nekem nagyon fontos volt, hogy átérjek egyik helyről a másikra, hiszen ha valahol szükség van rám, én azt nagyon nagy elismerésnek tekintettem. Köszönöm szépen, hogy dolgozhatom. Ez nekem nagyon-nagyon fontos dolog volt. Hiszen alkalmazott vagyok, és abból indultam ki, hogy engem akkor alkalmaznak, ha alkalmazhatónak ítélnek. És egy év kezelés után jutottam el oda, hogy nem ülök többet motorra. Hmm.
Ez így egy végső döntés, hogy nem motorozott? Igen, igen. Erre többet is aludtam, és nem ülök többet motorra. Ez most egy kicsit körülményes hirdetés, hogy eladnád rajtunk keresztül a... Hát, az nézd. Elég körülményes lenne, mert hogy... Mondd az adatokat, a műszaki adatokat 10 perc alatt eladjuk. Megkímélt állapotban. A moci csak szatyor van, mert az román szegény. Aki szeret pázlőzni, mozaikozni, ez ráérő szabad. Majdnem, hogy fébesített formában található meg. Szóval akkor nincs több motorozás. Nincs. Nincs. Autóval megyek, és nem baj, ha fél órával később érek oda valahová. Nem játsszuk el ezt. Én úgy vélem, ez nekem bebizonyosodott, hogy a magyar, de legalábbis a budapesti közlekedési kultúra az nem áll azon a szinten, hogy nyugodtan lehessen motorozni. Éppen most akar a János robogót venni, csak igen, mondom, hogy közben itt azért zajlik egy projekt, mert most már megmondta, hogy az 50-es villamos minden reggel ott hagyja, és most akar magának robogót venni. Az nagyon jó, széles utat és gumifákat kívánok neked. Jó, okay. Igen, én is mondtam, hogy ez lehet, hogy nem egy túl jó ötlet. Hát ez egy érdekes dolog, igen, amit mondasz. Nem, természetesen ez nincs benne, hogy aki aztán motorra ül, nem feltétlen. Nem, csak nekem annyira balul sült el ez a dolog, hiszen jóval hamarabb föl lehetett volna épülni, ha történetesen nincs egy romos törés, és nem keletkezik egy jókora szünet az ember combcsontjában, amit önmaga nem tud befoldozni, mármint a csont, vagy aztán nem jön a kórházi fertőzés, amivel lehetett találkozni, ergo én találkoztam vele. Szóval annyi szmöre jött szembe, annyi szutykot kaptam meg, hogy végül is meg kellett ezt a döntést hoznom. És ráadásul, akik szeretnek engem, akik igazán közel állnak hozzám, láttam rajtuk, hogy úgy, amikor mondom, hogy és természetesen motorra fogok ülni, amikor meggyógyulok, akkor motorra. Hát még mi legutoljára, még mi erről beszéltünk vele. Persze. Igen. Csak úgy láttam azt a csöndes rémületet az engem szeretők arcán meg tekintetében, és annyira, tényleg annyira szeretnek és tisztelnek, hogy elfogadták, hogy igen, hát ez a hülye, ez motorra fog ülni ezen túl is, de úgy vélem, hogy nem szabad őket naponta sokkolnom azzal, hogy én motorozom majd. Hát igen, magad miatt, meg nyilván a szerettek miatt, persze, hát azért ez egy felelősségteljes döntés, de akkor jobban vagy lelkileg, és azt halljuk. Abszolút, nem? Látod abszolút. Azért most a fényt az alagút. Figyelj, jó, hát azt már láttam régebben is, csak igen, ő csak aztán ápolónő volt. Igen, kiderült, hogy nincs vége az alagútnak, csak egy lámpát láttál, de még van 10 kilométer. Igen, ez csak egy szimpla koponya cég. Tudál! Igen, az még nem a természetes fény volt, csak bevilágítottak az alagútba. Na, de akkor ez most már látszik nagyon, hál' Isten. Nagyon-nagyon jó érzés, piszkosul jó érzés. Most már elárulom egy picit titkot, hogy egy végtag rövidülés is felütötte a fejét, tehát mondom, ami jön. De ugye a lábadban. De ez most igen. Így, ez most már minden végtagom egyforma hosszú. Aha, minden alsó végtagom egyforma hosszú. Köszönöm. Ezt azért sejtettem, hogy megkérdezed. De ez hogy érted, hogy felütötte a fejét? Tehát, hogy szóval róla, hogy ez még megtörtént, vagy hál' Isten már nem? Vagy igen. Egy picike föllépett a gyulladások következtében, de éppen tegnap volt egy röntgen kontroll, amikor az látszott, hogy a csontosodás most már olyan szinten van, hogy ez megállt, hogy nem rövidül tovább. Semmi sem. És ezt még a szervezet ki tudja egyensúlyozni, tehát ez még a kis bicebócánál jobb helyzetet jelent, tehát nem kell botra támaszkodva járnom. Én most nem értem, ne haragudj, de rövidebb lett az egyik lába. Igen, megy össze a láb ilyenkor, tehát hogy nem képződik a csont? Nem megy össze, a folyamatos gyulladások következtében valami elmozdult, a láb a szobcsontod értelemszerűen utána mászik, és mivel nem nő, ez hosszul, így nagyon sok más a férfiak nagyon-nagyon-nagyon nagy bánatára. Így egy picit rövidülés. Ja, meg vagyok most már is. Na jó. De akkor hál' Isten ez sem ad, azért nem azt mondta. Nem. Dolog lehet. Vagy jobb, hát a jó Isten vagy a sors próbált, azért jócskán az orromra üzögetett, hogy rékasik ki. Igen, próbára vagy te most téve, azért nagyon keményen. Igen. Igen. Igen, csak olyan piszkosul sokan állnak mellettem, és olyan, ez ilyen fura, közhelynek is tűnhet, vagy jó pofa mondatnak is tűnhet, én viszont megtapasztaltam. Olyan szeretet vesz körül, és annyi odaadás, annyi aggódás, annyi törődés, mert aggódás is nehéz tud le. Jaj, tegnap, ez óriási volt. Lementem a kórház büféjébe kávét inni, és egyszer csak
megáll velem szemben, lekápászkodtam egy asztalhoz, a büfés hölgy annyira kedves volt, odahozta a kávét. Egyszer csak odaáll mellém egy, illetve elém egy ember, lehajol úgy féloldalt, azt mondja, jól látom, ön az? És akkor tudod, még úgy mosolyogva bólintasz neki, mint egy jó reggelt kíván, és azt mondja, hogy Hú, de rosszul néz ki. Jaj, Istenem, de én ekkora duva. Tényleg maga az? Egy kis mentális tuning, mi? Köszönöm szépen, én vagyok. Hú, de tudja, hogy maga nagyon rosszul néz ki, és folytatja tovább. És mivel alárúgni nem tudsz, a mankóval nem üzöd arcul, mert elgörbül a mankód, és nem tudsz vele utána járni. Körülbelül 6-szor mondta el változatlan testhelyzetben, hogy mennyire szarul nézek én ki. És mondtam neki, először még úgy próbálod viccel elütni, hogy na hát ma sem keltem föl hiába, hogy újat tudtam meg magamról, de amikor már azzal sem tudod elűzni onnan, meg a gondolatot elűzni, hogy nézze uram, ön akkor sem lesz szebb, ha még 17-szer elmondja, hogy én mennyire szarul de nézek. De milyen kedves ember. Igen. Hát megszokta, hogy ki vagy sminkelve a tévében, tudod? Hihetetlen. Ja, milyen szarul néz ki, és a barátok között is csak azóta nézem, hogy maga nincs. Hát, de jó volt. Földobják. Hasonló jókat, szépeket kívánunk önnek is. Jól van, Karcs, mi nagyon örülünk, hogy hallottuk a hangodat, és hogy beszéltünk, pláne annak, hogy azért most már tényleg valójában jó hírek vannak, annak, hogy ezt tőled hallottuk, nem mástól, úgyhogy továbbra is veled vagyunk, drukkolunk, és egy széles tömeg az, aki bennünket hallgat, már küldik az SMS-eket, hogy veled vannak, hajrá, kitartanak, nagyon várnak vissza, és minél rövidebbi. Most már mondhatni eseménymentes gyógyulást kívánnak neked, tényleg nagyon sokan látszik a falon, és hogy nagyon szeretem. Nagyon kedvesek vagytok, hogy kerestetek, ez piszkosul jól esik, nagyon-nagyon-nagyon jól esik. Jól esik a figyelem, jól esik a segítőkészség. Azokkal meg nem törődöm, akik ebben is szálkát keresnek, mert olyasmit mentem keresztül 13 hónapon át, amin senki más nem esett még át. Nem volt még meghalva, nem volt 1000 hónapig kórházban, és a többi, és a többi. Tehát ezzel nem foglalkozom. Nagyon-nagyon fontosabb számomra, mint ahogy ez a mai beszélgetés is volt, amikor azt érzem, hogy hát legalábbis különösebben nem utálnak, utáltok. Köszönöm, de, hogy keresetek. Nagyon köszönöm. Hát, nagyon köszönöm. Hallgatók kíváncsiak voltak, hát akkor. Tényleg nagyon drukkolunk. Vigyázz magadra. Rékasi, Karcsi, köszönjük szépen. Szép napot mindenkinek. Fogunk mi még tengózni, Karesz. Én kapsz egy szett előnyre. Köszi, én is téged. Szia, legjobbakat. Jó gyerek ő. Nagyon jó. Ennyit változott gondolkodáson, ugye, hogy azért egy ilyen fizikai vagy mentális stopptábla azért közben az ember lelkében is milyen stoppokat okoz, igen, nem? Hogy abba adjad a motorodat, hogy elgondolkozol rajta, és nem azt mondta, hogy ez velem miért történt, hanem az, hogy most már viszont ha megtörtént, akkor meg kell gyógyulni. Pár hónappal ezelőtt még ugye nem ezt mondta, hanem hogy gyorsan mennem kell hívnak. Most meg majd hívnak, ha meggyógyultam. Igen. Ugye, hogy az ember talán nem véletlenül kapja hogy ezeket a lassításokat néha. Nem ugye, baj, hogy azért nem mindennek oda van. Hogy ez csak nem baj, azért is, ez a csak azért is, majd én megmutatom, igen, mentalitás, ez nem mindig célra vezető. Igen, igen, hogy talán tényleg nincsenek véletlenek. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.